segítségünket. Köszönöm a megjelenő képviselőket, intézményvezetőket, civil szervezetek képviselőit. Mai nyilvános ülést ezennel megnyitom. Megállapítom, hogy a testület minden instanciában van, tehát a testület határozott képes. Az érvényes szavazatok száma is egyből fakadóan 7. Minősített többséget igénylő döntéshez is, és az egyszerű többséget igénylő döntéshez is 4 azonos szavazatra van szükség. Ülésről képes hangfelvétel készül, és a hangfelvétel alapján kicsit ember fogja a jegyzőkönyvet összeállítani. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Györfi Zoltánt és Anke István képviselőket kérem fel. Egyetért a javaslattal a testület. Köszönöm szépen. Javaslatot tennék a napirendre. A meghívóban szereplő napirendeket most kiosztott lapon kiegészítettük, módosításra javasoljuk. Kérem, hogy ezzel együtt nézzük át, és kérdezem, hogy van-e kérdés ezekkel a kiegészítésekkel kapcsolatban szükséges indokolni valamelyiket, vagy nem. Van-e javaslat a képviselőknek további napirendi pontra? Nincs. Akkor szavazásra bocsájtom, hogy a korábban kiküldött és a most kiosztott kiegészítéssel együtt, aki a napirendet elfogadja, ezt két különbözésre jelezem. Köszönöm szépen, hogy látom is a szavazást. Engedjék meg, hogy ülve folytassam az ülés vezetését. A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretnék, hogyha szót adnánk két hozzászólónak is napirend előtt. Az egyik Nagy Pál tűzoltó parancsnokunk, aki Budapesten vett részt egy a tűzoltósággal, katasztrófa védelemmel, önkéntes tűzoltókkal kapcsolatos országos értekezleten tájékoztatón, és erről szeretné tájékoztatni a képviselőket. Utána pedig Fejlesi György igazgatóasszony kapna szót, mégpedig a új köznevelési törvénnyel kapcsolatban szerzett információkról, szintén Budapesten, illetve Győrben is volt ezzel kapcsolatos értekezleten, ezeket osztaná meg velünk, hogy tájékozottabbak legyünk ebben a kérdésekben. És majd harmadikként Radák Tamás is szeretne napirendben szólni, ha megérkezik addigra, így pedig a gyermekönkormányzat a kapcsolatban van egy nemzetközi pályázati lehetőség, amelyhez az önkormányzatnak is hozzá kell járulni, illetve csatlakoznia kell, amennyiben úgy ítéli meg az önkormányzat. Egy jó lehetőség megtűnik. És egyetért a testület napirendre fogok a haradák, később érkezik, akkor majd jönnek később. Köszönöm szépen, akkor kérem Nagy Pál parancsnokot, hogy ezt is mondja, de azt kérném, hogy gyere ki, azért ezt mondom, hogy szépen, amely tudjon menni, hogy hátul beszélnek, akkor nem, vagy akárki is jöhet. Nem akarom túl hosszú ére engedni. Igen, röviden kérjük. Sok a napirendi. Lehetünk már szó, akkor tényleg lehetne beszélni. Körülbelül 4 és fél órás parancsnoki értekezlet volt egy Budapesten. Hát a változó jogszabályok, illetve hát a parancsnok ural, a főigazgatónak nevelt vezetőnk új rendszert állított fel. Tudjuk, hogy az állami tűzoltóság úgy, mint korábban már nem önkormányzati tűzoltóságot szerepelt január 1-től. Tehát az új jogszabályok megváltoztak, új feladatköröket határoztak meg, és ezért kellett. Bár azt mondta a főigazgató Bakondi úr, hogy ez az első, amit fog követni a többi is, mert ezek a feladatok olyan súlyúak, hogy az egész ország területén együttesen egyformán kell megállapítani és végrehajtani a feladatokat. Végeredni mind a 3 főcsoportba sorolható az a beszámoló sor, úgy, mint a Bakondi úr is említette, meg külön az előadók, azokról külön nem beszélnék, mert végeredményben a főigazgató úr érintette valamennyi témát. Egyik a társadalmi munkával kapcsolatban hozott fel különböző dolgokat, másik a döntéteseknek a szerepe, és harmadiknak pedig az új törvények, és az új törvények az új felállásból adódó mentő és katasztrófa védelmi feladatok ellátása.
Hát az első ponttal kapcsolatban említette, hogy a mai társadalmi viszonyok között nagyon kevés a társadalmi munka, nagyon kicsi a lakosságnak általában a hozzáállása a társadalmi tevékenységhez. Ezzel kapcsolatban feladatot határozta meg mind az önkéntesek, mind az állami tűzoltóság részére, hogy növelni kell az oktatásokat, tanításokat, tehát jobban rávezetni a fontosságára ezeknek a dolgoknak a lakosságot. De szóba került az is, hogy az iskolákban is feltétlenül be kell vezetni, folytatni kell a tűzvédelemmel, a katasztrófavédelemmel kapcsolatos elhárítási feladatokat, ismereteket növelni kell. Én ugyancsak így zárójelben megjegyezném, hogy ezzel az előadással kapcsolatban hiányoltam azt, hogy ugyan társadalmi munkára szólít fel, társadalmi munkát végzünk, de hatékonyabb lenne az egész mindenség, hogyha arról is szó lett volna, hogy valami kis anyagi elkölcsi elismerés is kapcsolódna hozzá, mert azért szép szóval már nagyon nehéz az embereket úgymond társadalmi munkára bírni. Az önkéntesek szerepével kapcsolatban megelőző feladatokat, mentőtűzvédelmi feladatokat és katasztrófavédelmi feladatokat határoztak meg. Hát a megelőző feladatok során említette, hogy az önkénteseknek nagyobb súlyt kell most már becsölteni az egész tűzoltás kárelhárítás területén, annál is inkább, mivel nagyobb helyismerettel rendelkeznek, segíteni tudják az állami egységeket a kiérkezésre, közelebb vannak úgymond a káreseményhez, elméletileg hamarabb ki tudnak élni, hát hogy azt is figyelembe veszük, hogy országosan tekintette át a rendészetés, így szóba kerültek olyan helyek, úgy említett, hogy fehér voltak az országban, ahol a vonulási idő a 25 percet is meghaladja. Hát ez valóban nagyon sok, mert ahhoz, hogy egy tűz kifejlődjék, normál körülmények között 10 perc is olyan elegendő. Hát még a 10 perces vonulási időt nagyon sok esetben a helyiek sem tudják betartani az állami egységből, mert ugye nem beszélve ott olyan távolban. Ebből a szempontból a mi területünkön különösebb nagy gond nincsen, kisebb területek vannak, ahol a, úgymond a 18-20 perces időtartalom túlépni a vonulást, ez Jánossomorja és azok túllévő települések, Tárnokrédi, Csapóháza, meg azok a környékek, hogy ide tartoznak hozzánk, azok, illetve még talán a Lévény környéke, a Lévény is ide tartozott ilyen szempontból, még, tehát tűzoltás technikai szempontból. Későbbiekben úgy is majd említenünk, de Lévényben szándékozik a kirendeltség, most már katasztrófa, tehát a kirendeltség a mobili parancsnokság. Ott egy 4 fős állományt rendesen szolgálatba állítani, aki majd az ottani feladatokat hamarabb, gyorsabban el tudja látni, tehát az egy készenléti állomány lesz, az nagyban erősebíti az ottani területén. A mentőtűzvédelmi feladatok során őszintén szóba került, hogy a vonulási idők nagyon lényegesek. Az első beavatkozás megtörtént, de minél gyorsabban meglegyen, és azt követően pedig, ha kiértek az állami egységek, akkor úgyis azoknak átvonhatók is tudják végezni a feladatot. Katasztrófavédelem területén úgy szintén a helyi ismeretekre hivatkozott, hogy az nagyon fontos, és lényeges dolog az, hogy most a katasztrófavédelmi kirendeltségnek fel kell mérni a veszélyeztetett helyeket, veszélyes pontokat, ebben is nagy segítséget várnak az önkéntes tűzoltóságtól, mivel ők is helyik legjobban a területükön működő egységeket. Hát nálunk különösebb ilyen gond azt hiszem nem lesz, bár mi is rendelkezünk veszélyes pontokkal, így az autóút, az egyes autóút, illetve az egyes út, meg az autópálya közelsége, valamint a vasút is ide tartozik. Tudjuk azt, hogy a veszélyes anyagok szállítása úgy közúton, mint vasúton egyaránt történik, és
azzal, hogyha valami gond van, akkor a területünkön, akkor nekünk is szükséges a beavatkozás. Hát Árvízvédelem szempontjában nem túl nagy a gondunk, mert szerencsére elég magasra vagyunk, bár rajta egyébként rosszalkodik, de annyira talán nem, hogy közvetlen beavatkozni kelljen. Kiemelte még a főigazgató úr, hogy az együttműködés megállapodások megkötése is újra történik. Hát itt szomorú gondok vannak, ugyanis hát annak, ezeknek a kitételeknek, kritériumoknak az egyesületünk még nem tud megfelelni. Amikor majd arra alkalmas lesz, akkor együttműködési megállapodást tudunk kötni. Ennek mindössze annyi hátránya van, hogy a katasztrófa védelem 120 millió forintos állami támogatására rendelkezésére, és nyilvánvaló, hogy először azokat az esélyeket részesítik előnybe, amik a működési megállapodásban szerepelnek. Másik nagyon hátráltató pont ebben a kívülállóknak, hogy az állami tűzoltóságok ugye átszerveződnek, bizonyos helyeken gépjárművek, felszerelések felesleges válnak, és azokat most egy új jogszabály változása majd rá tudják adni az önkénteseknek. Hát, hogyha addig nem leszünk együttműködéset éves alatt, ebből is kimaradunk. Változott a megkülönböztető jelzés használata, és ez is országos parancsnoki körben mondta az egészet, hogy ő engedélyezi évente ezeknek a megkülönböztető jelzést használó gépjárműveknek a használatát. Változott az autópályáknak a használata is. Itt is megkülönböztető jelzést használó jármű bizonyos esetekben használhatja, illetve a kóborban, vagy akkor felvezető kocsiban. Szóval a jogszabály különböző dolgokat ír elő. Az részünkről annyiból hátrányos, hogy megkülönböztető jelzés használatára is ugyanúgy nekünk is külön engedélyt kell kérni, és az autópályán meg csak akkor használhatnánk, hogyha felvezető kocsi lenne, amit előtt megy megkülönböztető jelzésen. Végeredményben nagy vonalakban erről volt szó. Elég sokat beszélt még az előadó hölgy az új civil törvényről is, de mivel Bakondi úr elég jól elhúzta az időt, így ő neki elég jól el kellett kapkodni a jogszabály ismertetést. Azért elmondanám, hogy végeredményben az a célja most már ezeknél a civil szervezeteknél megkülönböztessen, és csak olyan közhasznú szervezet létezzen, amely valóban közhasznú tevékenységet végez, valamint egységesíteni kívánják a költségvetésre fordítható összegeket és elszámolásokat, kettős könyvitelre kell áttérni valamennyi egyesületnek a szavából legalábbis kiírtában a születben, ezt kívül. Erről talán ennyit, még két gondolatot azért hozzáfűzni. Elkészítettük a Egyesületünknek a ellenére vonatkozó költségvetési tervét. Már figyelemmel véve mind a polgármester úr, illetve a testület kérését, meg ezeket a változásokat is úgy próbáltuk összeállítani, hogy lehető legszűkebb igénnyel álljunk elő, de ugyanakkor lépésről lépésre azért tudjunk haladni egy picit előre ahhoz, hogy az együttműködési megállapodásnak meg tudjunk felelni. Kérem a testületet ezután is, hogy úgy vegyék figyelembe az összeget, hogy arra számíthassunk. Még egy kérdésem van, mert pedig a Jenszi úr felé, hiszen ő ismeri legjobban, ő a tudományt, a jogtudományoknak, illetve hát a jobb területén ő tudja legjobban. Szeretném, hogyha ezt a civil törvényt egy kicsikét átdolgozná, azt segítene valamennyi egyesületnek, civil szervezetnek itt a községünkben, hogy megfeleljen, mert elég szoros a határidő, áprilisig mindenféleképp át kell állni ezekkel a dolgokról.
elég sok feladat, hogy jó, ahogy kivettem, az előadóknak a szavaiból. Jó, jó szemben. Köszönöm szépen, nagy szemben. Köszönjük szépen. Van esetleg kérdés? Ha megkérnénk igazgató asszonyt, hogy ő is tudja kicsit tájékoztatni. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők! A rend és a fegyelem nem egymás kizáró fogalma. Ezt fogalmazta meg Pokorny úr, amikor az új közoktatási törvény helyére a nemzeti köznevelési törvényt próbálta valamilyen szinten mérsékelni. Mi pedagógusok nagyon vártuk ezt, hogy egyszerűbb, átláthatóbb legyen a nevelési törvény. Az első, sőt a második olvasat is azt kell, hogy mondjam, hogy nem lett egyszerűbb. Már maga az elfogadási időpontja is érdekes volt, 2011. december 29-én fogadták el. Mint minden új várakozási időszakra, reményekkel teli időszakra léptünk mi is. Mit hoz, mit veszítünk? Persze ezt előre látni nem lehet, hiszen mire egy törvény jelentősége mérhető lenne, a mindennapi életben már változik. Ez az iskolára is igaz. Itt a törvény, és nekünk valamit tenni kell, annak érdekében, hogy a törvénynek megfeleljünk. Sok kérdés hangzott el azon a bizonyos keddi értekezleten. A minisztériumból voltak előadók. Senki semmit nem tudott konkrétan mondani. Nem tudta megmondani, hogy mi lesz a nemzetiségi iskolákkal. Nem tudta megmondani azt sem, hogy a sok-sok pénzt, energiát, esetleg hitelt, amit felvettek az önkormányzatok, hogy mi lesz akkor, hogyha államosítják az iskolát. Elmondták a jogszabályt, mi pedagógusok tudjuk, elolvastuk, ismerjük a tartalmát. Talán önök is ismerik. Tudják azt, hogy 2013. január 1-től az óvoda kivételével a közoktatási intézményeket átveszi az állam. Itt van a fejünk felett az is, hogy 2000 fő alatti településről beszélünk, amely ugye veszélyezteti még inkább az iskolánkat. Ugyanakkor meghagyták, hogy a nemzetiségi oktatásban a 8 fő mindenképpen szükséges. Nálunk az iskolában az esenős gyerekeket kivéve 98%-ban mindenki nemzetiségi nyelven tanul. Ugyanakkor ezekről a döntésekről jelen pillanatban semmit nem tudunk, hogy mi lesz, hogy lesz, miként. Azt elmondja, hogy 2000 fő feletti településeknél egyértelműen lehetséges az, hogy az önkormányzat visszakéri az iskoláját egy szerződés kapcsán. És abban az esetben az állam egyértelműen a pedagógusoknak a bérét, azt oda fogja adni az önkormányzatnak, plusz a normatív dologi kiadásokat is fogja állni 2 évre visszamenőleg. De csak a 2000 fő feletti településeknél. Tehát igazából ami miatt én elmentem erre az értekezletre, hogy egy kicsit rákérdezzek és ránézzünk arra, hogy mi lesz az iskolánk sorsa, erre senki ott, ha megkérdezem, nem tudott választ adni. Tehát ismételten hoztak egy úgynevezett jogszabályt, amely tulajdonképpen nem oldja meg a problémákat. Ma délelőtt voltam a kiskörzeti igazgatóknak az értekezletén, ugyanezek a kérdések elhangoztak, és nem tudunk válaszokat. Nem tudunk válaszokat, mert egyszerűen nincsenek válaszok. Csak van egy törvény, és ráadásul az új nemzeti köznevelési törvényben, amíg az önkormányzati törvényben bent van a 2000 fő, addig az új és elfogadott köznevelési törvényben a 2000 főt kivették. Tehát gondolom, hogyha az önkormányzatok valamilyen oknál fogva társulnak, társulásra fogják rábírni, vagy valamilyen szerződésre az iskolájukat is ennek következtében.
A 2000 főre vonatkoztatottan azt a információt adták, hogy a KSH adatoknak megfelelően kell meglennie a 2000 fő lakosságnak. Ez azt jelenti, hogy azok, akik bejelentettek, tehát az állandóan itt tartózkodók, azok, akik ideglenesen itt tartózkodók, illetve azok, akik még valamilyen úton, módon itt levélen élnek. Tehát erre vonatkoztatottan így adta meg az előadó erre a választ. De nem csak mi vagyunk így, vannak olyan települések is, ahol a 2000 főt eléri a település, de nincsen iskolája. Nincs iskolája, mert egy úgynevezett kisebbség lakja a környéket, és a környező települése, akikhez eddig ugye a fő az iskola valamilyen szinten tartozott, nem fogadja be a társult iskola azokat a gyerekeket. Tehát 5-6 kis telephely van, és oda nem tudja elrakni. Tehát akkora nagy káosz van jelen pillanatban a jogszabályokban, amelyeket nem lehet kezelni. És akkor meg kell, hogy mondjam, hogy beszéltem Széles Imrével és a Megyei Pedagógiai Intézetnek a volt vezetőjével, és rákérdeztem, hogy ilyenkor mit lehet a szülőknek mondani. Ugyanis megjelent egy cikk, hogy nem biztos, hogy megmarad a felső tagozat télen. Naponta 3-4 telefon napon ez kapcsolatban, hogy akkor most mi a helyzet. Én csak azt tudom elmondani, amit gondolom, hogy a polgármester úr is azért mondott, hogy valamilyen szinten felkészítse a szülőket, ha bekövetkezik ez a negatív változás, hogy nem tudja még igazából a kormányzat sem azt, hogy hova tegye ezt a bizonyos fajta nemzetiségi iskola, illetve a jól működő iskolákat miért kell, és itt most felteszem a kérdést, miért kell bezárni? Miért kell arra kényszeríteni a gyerekeket, hogy akár 10 perces vonattal vagy busszal valahova máshova menjenek? Ki fogja vállalni a felelősséget? 50 gyerek, vagy esetleg 60 gyerek utaztatásáról beszélek. Az a 10 perc is veszélynek teszi ki a gyereket. Nem beszélve arról, hogyha 7 órakor már ugye itt van a gyerek, mert a szülő megy dolgozni. Mi 7 órakor kinyitjuk az iskolát. 7 órától ügyelet van. 7 órára behívjam azokat a gyerekeket, akik majd 3-4-8-kor mennek busszal. Vagy várja meg az a gyerek, mondjuk az 5. órában végző gyerek, a délutáni foglalkozást vagy társainak az óráinak a végét mondjuk 7. óra után, mert még fejlesztésre is szoruló gyerekünk van, várja meg mondjuk a 14:30-at? Kötelezhetem én erre? Nem beszélve arról, ugye a közoktatási törvény másik sarkalatos pontja, az egésznapos iskola. Az egésznapos iskola, vannak olyan települések, ahol szükséges. Mert van olyan település a Mányföldön, és van olyan település például Szabolcs-Szatmár megyében, ahol még vacsorát is kap a gyerek, mert annyira elmaradott. De uram, bocsánat, ott, ahol az önkormányzat felépítette és karbantartja és pályázott ennek az épületegyüttesnek a minőségére, odafigyelt, teljes egészében pályázatokat írt, rengeteget áldozott, akkor miért van az, hogy egyszerűen az állam erre a dologra valamilyen szinten igényt tart. Tartson igényt, fizesse a pedagógusoknak a bérét, de hagyja meg azt a lehetőséget, hogy az önkormányzat, vagy a képviselőtestület, vagy a falu lakossággal eldöntse, hogy szüksége van iskolára, vagy nincs szüksége. Ez nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos, mert nagyon jól tudjuk, akár Somogyba megyünk, akár pedig Zalaegerszegre, elhalnak azok a települések, ahol nincs. Vagy egy másik lehetőség, amely szintén felvetődött ott, hogy nézze már meg az állam. Gyarapodó közösségről, faluról van szó, vagy éppen visszafejlődő faluról van szó. Van-e egyáltalán fejlődés az adott településen? Mert ha van, és azt látjuk, hogy esetleg a lakosság létszáma nő, és nem csökken, akkor ennek megfelelően legyen valamilyen mérlegelési szint. Tehát én úgy gondolom, és úgy érzem, hogy
nekünk ezért az iskoláért mindenképpen küzdeni kell. De menjünk akkor tovább, ugye, mert a polgármester úr azt kérte, hogy a nemzeti köznevelési törvényről beszéljek igazából, amit ott hallottam. Egyértelműen úgy érzem, hogy bevezetik az új nemzeti alaptantervet, kerettanterveket adnak, szabályozni fogják azt, hogy mit tanítsunk. Reggeltől délután 5 óráig. A reggeltől délután 5 óráig kell az egész napos iskolát megtartanunk, akkor ebben az esetben a gyerek mondjuk 7 órától délután 5 óráig 10 órát tartózkodik az iskolában. Megmondják, hogy mit tanítsunk. Hiszen belép, fontos, nagyon fontosnak tartom, a hit és az erkölcstan. Első, illetve 5. osztálytól kezdve kötelezően valamit választania kell a gyereknek. Ugyanakkor első és 5. osztályba belép az 5 órás testnevelés. Belép a felső tagozatba és a középiskolába a családi életre nevelés. Mindegyik fontos. Csak azt nem értem, hogy 10 órában mi sem tudunk teljeset alkotni. Még ha lesznek ilyen kisebb szünetek is a gyerekek esetében, akkor is az óraszáma nem fog egy elsősnek megállni az 5 órában. Nem fog megállni, hanem még a több lesz. És hogyha ezeket az órákat, amelyek kötelezően elő vannak írva, betesszük délutánra, a törvény azt mondja, hogy szülői kérésre elvihet a gyereket. Hol marad a tananyag? Tehát megint egy hatalmas nagy kérdője, hogy délután kikérheti a foglalkozásra a szülő. De ha kötelező órája van, akkor hol van? És itt én csak gondolkodtam igazából, hogy hol maradnak az állampolgári jogai a szülőnek. Mert azért vállaltam a gyereket, hogy megtegyek mindent annak érdekében, hogy az életre neveljem, és valamilyen szinten az ő fejlődését biztosítsa. Ezért nagyon jól tudjuk, hogy délután órák vannak a gyerekeknek. Aki egy kicsit többet szeretne a gyerekéből kihozni, nem csak az, ami az iskolában történik, művészeti oktatásra jár, táncra jár, úszni jár, sportolni jár, és mondhat angol vagy német nyelvet tanul, tehát ezek mind-mind ott vannak, hogy akkor ezek csak 5 óra után lehetségesek? Vagy mikor? El kellene gondolkodni azon, hogy igazából hogy állíthatta össze a kormányzat ezt a fajta bizonyos nemzeti nevelési, köznevelési törvényt. Én 75 óta dolgozom, 75 óta tanítok. Pár év már ott van mögöttem, és úgy érzem, hogy a gyerekek is, a pedagógusok is különbözőek vagyunk. Minden iskola más, és minden diák is más. És közfeladatot lát el az állam, közfeladatot látnak el többek között a mi adóforintjainkból az állam, viszont tudni kell azt, hogy ezek a közfeladatok, amelyek most az iskolát érintik, szerintem a közvéleménye nélkül készültek. Nagyobb teret kellett volna valamilyen szinten adni. A másik, ami szintén ide tartozik és lényegesnek tartom, hogy a köznevelési törvény bevezetése egész sorát fogja felvetni tulajdonképpen az önkormányzatra is. Ugyanis, hogyha az állam a fenntartó, akkor egy csomó pénzt elvonna az önkormányzattól. Többek között ugye elvonják a személyi jövedelemadó fennmaradt részét. El fogják vonni a gépjárműadót, valamint az ipari űzési adót is,
mondták, de ehhez azért hozzá kell tenni azt, hogy az uniós elvárások miatt nem szabad, tehát nem tiltják az uniós szabályok, ennek helyben kell maradnia. De ha ezt nem tudják elvonni, akkor elvonnak mást. Ugyanakkor az önkormányzatokra ugyanúgy megmaradnak a kötelező feladatok. A szociális ellátástól kezdődően az egészségügyi alapfeladatok mind itt lesznek. Valamilyen úton, módon tehát hátrányba kerül, és amit én egyszer már itt négy szem közt is elmondtam, vagy sok szem közt is elmondtam, hogy én úgy érzem, hogy a vidék és a kis településeknek az elsorvasztása következik. Én kimerem mondani, még hogyha fejemmel is játszok, de kimerem mondani, hogy itt nem fejlődés lesz, hanem visszafejlődés. Azokat a településeket kívánják felemelni, ezzel akik hátrányos helyzetben vannak. Természetesen segítsük őket. De ami már siker megvan, azt ne romboljuk le. Mert nem lehet tudni, hogy a támogatást, lesz-e az a színvonalú oktatás, ami most jelen pillanatban van itt levélben. Nem tudok hozzászólni. Most még van két évünk. Két év alatt becsülettel tesszük a dolgunkat, és próbáljuk segíteni természetesen azt, hogy ne ezt következzen be, amiről itt beszélünk. Ami biztos, hogy fontosnak tartom az iskolát, fontosnak tartom az önkormányzatot. Az önkormányzatnak az itteni dolgozóit is fontosnak tartom, mert ők végzik a dolgokat, és nem mindegy az, hogy 10 vagy 15 perc alatt végzek egy bizonyos fajta dolog és probléma elvégzésében, mert helyben meg tudom oldani, vagy el kell utaznom, és rámegy egy egész délelőttől, vagy egy fél napon. Ugyanez a gyerekekre is vonatkozik. Én a gyerekeket sajnálom, hogyha utazniuk kell, még akkor is, hogyha azok felső tagozatosak. Mert az is fárasztó a gyereknek. Nem beszélve arról, amit már mondtam, hogy az utazó pedagógusok bérezéséről nincs szó. Nem említik meg. Nem említik meg az ügyeleti díjat sem, hiszen akkor az iskolától vagy a gyülekezőhelytől a másik iskoláig nem tudjuk kísérni, ott útközben veszélyhelyzetek lehetnek, ki vállalja érte a felelősséget. Nem szólnak róla, nem beszélnek róla, tehát ez azt jelenti, tudom már is befejezem, hogy egyértelműen gond és probléma van ezekkel a dolgokkal is. Utolsó gondolatom, a hatályba lépés 2013. január 1. Ez az év 2012 az előkészületével. Azt mondták, hogy ez bőven elegendő lesz arra, hogy felkészüljünk arra, hogy átvesz bennünket az állam. Kivárási állásponton vagyok, remélem átgondolják. Én nem szeretném, hogyha a településsel veszítem az iskoláját. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Erről van egy kérdés is. És ebben teljesen kimerítő volt ez a... Hát amennyit tudott, hogy öngyilagít. Kimerítő volt ez a... Többet, többet azok is tudnak, akik előterjesztették. Minden még változás. Az egy év az... Nekem van kérdésem is, meg kérdésem is. Kérdésem az az, hogy ha bármi konkrétum ebben az esetben, ebben a témában bekövetkezik, akkor majd én is kérem, hogy a képviselőtestületet vagy a falu lakosságát, mert ahogy említette, ez most tényleg szinte mindenkit érdekel. A másik az, hogy a nem nemzetiségi 2000 fő alatti iskolákkal mi a helyzet? Csak azért kérdezem, hogy esetleg lehet, hogy teljesen rossz az összefüggés. A 2000 fő alatti települések, amelyek nem nemzetiségi iskolák, ugyanúgy államosítás és ugyanúgy összevonásra kerülnek, vagy helyben marad az iskola, vagy pedig utazniuk kell a diákoknak is és a pedagógusnak. A pedagógus életpálya alapjait nem teremtették meg, tehát ez azt jelenti, hogy egyértelműen, bár azt mondják, hogy finanszírozási lehetőségei megvan, de arra számítani kell, hogy rengeteg pedagógust fognak elbocsájtani ennek megfelelően, és meghatározzák azt is, hogy adott
pedagógusra hány főnek kell lenni, tehát az állam le fogja bontani. Itt viszont a szakmaiság kérdése van ismételten, mert azt mondja, hogy 11 főre jut egy pedagógus, tehát ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogyha egy szakos, már pedig az előző felső oktatásban egy szakos képzés volt, hogy ezt az egy szakos nevelőt valamilyen úton, módon csak úgy tudom foglalkoztatni, ha foglalkoztatom, hogy egyértelműen olyan tantárgyat kell neki tanítania, amely egyértelművé teszi azt, hogy nem szakrendszerű lesz. Ha csak be nem iskolázza önmagát, mert a továbbképzési pénzt is leredukálták, tehát a 10.500 forint helyett jelen pillanatban 6.300 forint lesz a továbbképzési pénz. Tehát sok minden változott. Változott például az 52 év, lett a továbbképzés mentességének a időpontja, tehát ezek mind-mind olyan belső szakmai kérdések, amelyekkel tisztában vagyok, mert kétszer már elolvastam a törvényt, és nagyon sok minden változás van, de nem pozitív irányba. Tehát minden a megszorításokról szól, és ugye a költségvetési büdzsét mindenképpen az is megszigorította a Szél Kálmán tervet, hogy Esztergom városának az összes közintézményét államosítani kellett ebben az évben. Tehát ez még további elvonásokat jelentett, ami a közoktatást jelenti. Köszönöm. Még akkor ehhez állít, hogyha most elvileg az önkormányzatnak lenne egy olyan menekülési útvonala, miszerint ha nem maradhatnánk önálló intézmény, ha mondjuk a Hegyeshalommal mi társulnánk, ez, az a gyakorlatban van arra esély, hogy mondjuk az egyik párhuzamos felsős osztálylevélen működhetne, vagy igazából amennyiben ott a hely adott lenne hozzá, hogy akár két párhuzamos osztály egyszerűen működjön, akkor automatikusan oda kellene menni? Szerintem ezt meg kell mindenképpen nézni, tehát tagiskolaként természetesen szerintem működhetnénk. Ez megint másik dolog, tehát az a lényege a dolognak, hogy az önkormányzatoknak, akiket érint ez a dolog, dönteniük kell, hogy kit választanak esetleg maguk mellé. Mert ha nem döntenek, meghatározott idő múlva az állam fogja megmondani, hogy ezzel a településsel kell egyezkedned, illetve össze kell jönnötök társulni. Tehát ez egy nagyon fontos lépés. Én abban bízom, hogy mivel mi nemzetiségi iskola vagyunk, talán a nemzetiségeknek lesz akkora hatása erre a törvényre, hogy engedélyezni fogják, hiszen ahogy mondtam, 8 fővel engedélyezi a nemzetiségi oktatás, hogyha a szülők ezt kéri. Mondjuk Hegyeshalom nem nemzetiségi iskola, tehát van rá valamilyen szintű esély arra, hogy megmaradjunk. De itt a nemzetiségek, illetve hát ahogy a polgármester úrral is beszéltünk, a népszámlálásnál ugye ott volt az, hogy minek valljuk magunkat. Tehát ez biztos, hogy itt ebben a dologban is döntött lesz, hogy hányan vallották magukat németeknek ebben az adott településen. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, csak ugye a másik, amire itt felhívnám a figyelmet, vagy azért elmondanám, hogy a Domonkos Sándor úr azért jelzéssel ért az iskola irányába, és azokat a szórólapokat kiosztottuk, amelyek erre figyelmeztették a falu lakosságát, tehát hogy vallják be a nemzetiségüket, tehát érdekes lesz ennek az adata is. Egyébként 2012. január 1-i adatszám kell, tehát létszámadat, és ezt megismételi 2012. szeptemberében is. Tehát nem lehetséges az, hogy gyorsan betelepítsünk embereket, tehát az érdekes dolog. Tehát minden homályos, és minden kérdésünkre tulajdonképpen csak azt tudták mondani, 2013. január 1-e. Tehát előre tervezni nagyon nem tudunk, becsülettel tesszük a dolgunkat. Köszönöm szépen. De én egyébként csak gondolkozok, hogy mi van akkor, hogyha két között belepül is egyesül, hogy akik mit tudom én, egyiknek sincsen megfelelő iskolája hozzá, hogy most hiába mondjuk Bezenyével
lennénk, akkor neki sincsen iskolája, nem tudja ellátni, akkor most levélre mi lenne? Akkor csak maradna az iskola, vagy akkor Magyaróvárra vinnék? Vagy mivel valami? Államosítva lesz, hiába akarsz-e társulni, államosítás pillanatában már az állam rendelkezik az iskolákról, és ő azt mondja, hogy mindenki megy óvárra, vagy fele Hegyesalomba, fele óvárra, tehát kijelöli azokat az iskolákat, amelyek képesek fogadni ezeket a gyerekeket. Csak ezt tudom elképzelni, mert ilyen kivúvót nem engedhet meg magának az állam se. Ha egyszer azt akarja, hogy ebből létszám és pénzt vonjon ki, akkor ezt meg kell lépni. Mert ugye nemzetiségi tulajdonképpen, hogyha azt veszik, vezetni az ugye Orbán. A Hegyeshalomban, mivel hogy nincs, már meg itt van a német nemzetiségtel, tulajdonképpen, ha lenne egy ilyen esélyünk, hogy külön kezeljenek minket, akkor végül is ez menteni meg egyedül az iskolákat, semmi más sem. Jó, hát most ezt nem fogjuk tudni eldönteni, nyilvánvalóan, és sajnos meg se tudjuk mutatni Pillanatnyinak a falu lakosságát, ha csak abban vagy olyan értelemben nem, hogy amint a részletek világossá válnak, és valami egér út lehetősége megnyílik, akkor nyilvánvalóan az önkormányzat tárgyal más településekkel, és megkeresi azokat a lehetőséget, hogy megmaradjon, hiszen az a célunk, természetszerűleg, hát bízunk benne, hogy a jó zenész előbb-utóbb felülkerekedik, és nem mindent a pénz fog befolyásolni, amin elég kevés az esély. Szerintem rájuk ezt a témát, köszönjük szépen a tájékoztatót, és akkor folytassuk a napi rendek, hogy kezdjük meg a napi rendek tárgyalását. Az első téma a önkormányzat 2012 első fél évi munkatervének a javaslata. Képviselők megkapták első fél évre vonatkozó javaslatokat. Ezek a tapasztalatok alapján, illetve hát bizonyos jogszabályok szerint időnként megtárgyalandó témák kerültek bele, illetve újként olyan témák kerültek bele, amelyekre érdemes foglalkozni, és fontos foglalkozni az okonatban. Kértem napi rendi ponti javaslatokat a képviselőktől, az intézményektől, civil szervezetektől, meg kell valami őszintén, hogy nem sok kaptam, ezért mondom, hogy tapasztalati adatot és korábbi éve gyakorlat alapján készült a tervezet. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Vagy van-e javaslat más napi rendi ponttal, amit bele kellene tenni? Nyilván, ami időszerűvé válik, azt menet közben is napi rendet. Így utólag jutott eszembe, mert azt gondolom, hogy az iskola mellett a másik, ami leginkább a falu lakosságát érinti, az a TS sorsa, hogy jó lenne, és igazából most már látni, hogy ott valami tetőszerkezet készül a új telepen, jó lenne az év első felében, ilyen február, március, április körére, ha Meixner urat behívnánk, és esetleg egy tájékoztatást adna arról, hogy milyen stádiumban a beruházása. Második javaslat. Nincs. Jó. Nincs egyéb? Akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja a javasolt munkatervet, kérnék a kérdést. Köszönöm, hogy látom egy mondom. Második napi rendünk a köztisztviselők teljesítmény követelménye. Kérlek, bocsánatot, a harmadik költségvetés, a második költségvetéshez kapcsolódó előzetes döntések akkor. Ebben az ügyben kaptak a képviselők egyrészt tájékoztató vagy anyagot az önkormányzati díjakról. Ezeket tárgyaljuk meg először. Ugye van egy érvényes költségvetési koncepciónk, ez nyilván a kiinduló pontja a 2012-es évi költségvetésnek, és ez tartalmazza azt, hogy felül kell vizsgálni a korábban megállapított önkormányzati díjakat, és ezeket tegyünk javaslatokat. Gyakorlatilag az írásos előterjesztés tartalmazza az eddigi díjakat,
és most a gazdasági bizottság előkészítő munkája során erősebb nyomattal az új díjakat is, amik ott felmerültek javaslatként feltüntettem, ezeket javasoljuk. Ez érinti a terembérleti díjakat a kultúrháznál, illetve a általános iskolánál, érinti a földbérleti díjakat, temetkezési díjakat, és a földbérleti díjat, valamint a lakásbérleti díjat. Nem tudom, hogy szükséges ismertetni részleteibe, vagy csak az új díjakat emeljük ki. Akkor azt tenném, kultúrháznál a nagyterem bérleti díja 6000 forint per nap, órára levetítve 1500 forint per óra. A kisterem díja egy napra 3000 forint, egy órára 750 forint. A sörasztal garnitúra bérleti díja helyi lakosoknak 400 forint per darab per nap, idegeneknek 720, vagyis hát egy alkalom, mert nyilván egy nap elviszik, másnap használják, harmadnak is, hát alkalmanként értendő, idegeneknek 800 forint per darab. A kultúrház használata a fenti díjaktól helyi civil szervezetek, hagyományőrző csoportok alaptevékenységéhez kapcsolódó rendszeres foglalkozásai, eseti rendezvényei, valamint helyi intézmények és az önkormányzat rendezvényei esetén díjmentesek. A részvételi díjas előadások, árubemutatók, tanfolyamok, foglalkozások csak a bérleti díj fizetése ellenében tarthatók a kultúrházban. Ez a új szabályozási javaslatunk. Az általános iskolákra vonatkozó terembérleti díja. Iskolai tanterem bérleti díja 800 forint óránként. Tornacsarnok bérleti díja csapatjátékokhoz 3800 forint per óra. Bérlet esetén 3500 forint per óra. Egyéni sportokhoz 2420 forint per óra. Bérlet esetén 2300 forint per óra. Levéli gyermekeknek tartott foglalkozások esetén ingyenes. A bérletre vonatkozó kedvezményes díj minimum 3 vagy 6 havi előre váltott díj esetén alkalmazható, egyéb esetben a napi díjat kell érvényesíteni. Mind a kultúrháznál, mind a általános iskolánál február 1-től kell alkalmazni az új díjakat. Földbérleti díjak. Az új díj hektáronként 26.500 forint per év. Ezt a díjat is elvileg február 1-től kell alkalmazni, azzal a külön megkötéssel, hogy az érvényes földbérleti szerződések azok lejártáig érvényben maradnak, új kötés esetén lép életbe, új szerződés esetén ez az új díj. A temetkezési szolgáltatás, a temetkezési díjak is változnak. A sírhely 25 éves megváltása 10.500 forint plusz áfa, a dupla sírhely 25 éves megváltása 21.000 forint plusz áfa, sírbolt kripta 75 éves megváltása 31.500 forint plusz áfa, urnafülke sírhely 15 éves megváltása 6.300 forint plusz áfa, urnasírbolt 25 éves megváltása 10.500 forint plusz áfa. A díjakat február 1-től kell alkalmazni. A temető fenntartási hozzájárulás díjak az idei évben nem változnak, amely a szolgáltatókat érinti. A lakásbérleti díjak összkomfortos lakásnál 420 forint négyzetméterenként havonta, komfortos lakásnál 315 forint per négyzetméter per hó. Itt is a díjakat 2012. február 1-től kell alkalmazni, tehát azt jelenti, hogy fel kell vizsgálni a meglévő bérleti szerződéseket, és február 1-től ezt a díjat kell alkalmazni a testület is jóvára. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Nincs kérdés? Annyi olyan hozzá szólásom, nem csak a, ezekhez a díjakhoz. Több esetben már évek óta nem lett változtatva, és tulajdonképpen most is csak a tavalyi év inflációját tettük rá, tehát a 5% körüli emelés volt itt legtöbb esetben. Csak tájékoztatom, mondom, hogy valamelyik 3-4 éve nem lett változtatva. Költöseg. Igen, ennyi ezt részletesen elmondta a polgármester úr,
amit a Gyuszi is mondott, hogy te, itt igazából a kultúrház nagyterem és kisterem kivételében mindenen 5%-ot emeltünk, ott lett picivel nagyobb emelés, ezt reálisnak tartottuk, és ők ezeket a árakat támogattuk. Köszönöm szépen, nincs más észrevétel. Akkor, mivel több határozat lesz, több szavazást fogunk lebonyolítani, a terembérleti díjak, amely tartalmazza a kultúrház és az általános iskola díját lenne az első határozat, aki az előbb ismertetett díjakat és kiegészítő hozzáfűzéseket elfogadja, ezt kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm, úgy látom egy hangot. Aki a földbérleti díj emelését elfogadja, azt kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm, ez a második határozat. A temetkezési díjakra vonatkozóan rendeletmódosítás szükséges, mert ez a rendeletünk temetkezésről szóló rendelet mellékletet tartalmaz. Tehát nem a rendeletet, hanem annak mellékletét kell módosítani, ez minősített többséget igényel. Aki a rendeletmódosításra egyetért, kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm szépen. És a lakásbérleti díjak határozat, aki a új lakásbérleti díjakra egyetért, kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm. Akkor az első részt megtárgyaltuk, a második része támogatási kérelmek. Ugye ez azért fontos, mert nyilván tervezésnél számokat kell számolni, és ugyanígy a támogatási kérelmek esetén is hasonló. Most már sorba beérkeztek a támogatási kérelmek, egyedül a Polgárőr Egyesület nem tudta még leadni a kérelmét, ott is ugye rengeteg új változás van, az Attilával beszéltem erről, új jegyenruhák kellenek, nem tisztázott tart, meg új nyilvántartásrendszer, új igazolványok, nem tisztázott, hogy ezeknek a költségeit vállalja valami központi forrás, vagy nem, vagy teljes egészében az egyesületeknek kell állni, tehát nagyon képlékeny még a helyzet, úgyhogy most pillanatnyilag nem tudom összegre, hogy mennyire volna szükségük. Nyilván lesznek, vagy vannak olyan költségeik, amelyeket majd pontosítani tudnak, akár üzemanyag, akár egyéb más lámpa, vagy jelen vásárlás, meg egyébként. A többiek benyújtották, sportegyesület kérelme. A tavalyi 1 800 000-rel szemben 2 milliót kér, a Horgász Egyesület a tavalyi 400 000-rel, mert a 400 000-hez hasonlóan idén is 400 000-et kér, Tűzoltó Egyesület a tavalyi 800 000-rel szemben most 700 000-et kér, Nyugdíjas Egyesület tavaly 200 000-et kér, ezek a tervezési adatok voltak, aki menet közben, évközben kapott még plusz kiegészítést egy-egy programra, azok ebben nincsenek, mert nem valószínűleg összegyűjteni valamennyi támogatást, illetve ebben még hiányzik a képviselői alapokból kapott támogatások is. Tehát a Nyugdíjas Egyesület tavaly 200 000-et kapott tervezéskor, idei kérelme, ugye két oldalú, maximum 300 000-et azért írtam ezt be, ha a pályázati támogatást nyer, akkor csak 100 000-et kér, ha nem a pályázati támogatást, akkor 300 000-et. Pontér Egyesületet említettem, hogy még nincs meg a számadat. Levélbarátok Egyesülete tavaly nem kapott támogatást, idén 500 000 forintot kért, sakszakosztály sem kapott már tervezéskor, menet közben, évközben volt támogatása, most 220 000 forintot kérnek. Az összes támogatási igény így a polgárőrök nélkül a tavalyi 3,5 millióval szemben 4 millió 120 000 forint. Mindegyik szervezet indokolta írásban, hogy mire szeretne kapni támogatást, ez a képviselőkkel ott van, ezeket nem akarok természetesen felolvasni, ismertetni, a képviselők ezt átnézték. Kérem az észrevételeket, véleményeket, ezeket kicsit. Hát ugye ezek új dolgok, mint számunkra, mert ezzel a bizottság ülésen még nem találkoztunk. Igazából csak a nyugdíjas klubnak a támogatási kérelme volt még ismert. Hát most így elsőre nagyjából hasonló támogatási összeget kértek. Én csak azt javaslom, hogy próbáljunk a költségvetés tervezésnél ezeket a számokat figyelembe venni, ezzel tervezni. Aztán meglátjuk, hogy ezeket tudjuk-e teljesíteni, tehát elvileg ezeket az összegeket az elmúlt években is teljesíteni tudjuk, remélhetőleg idén is menni fog.
Szóval egy indulási alapnak szerintem jó, nem lehet azt mondani, hogy itt eltúlzott dolgok lennének benne. Sőt, én azt gondolom, hogy a tűzoltóknál azért évről évre beszélgettünk, hogy az eszközöket fejlesztjük magas nagyobb mértékben, itt mondjuk ebben azért olyan sok mindent a Bali bácsi nem tett bele. Ami új bejött, az a sakszakosztály, ami meg egy elég magas létszámmal működő a szakosztály a sportegyesületen belül, és hát azért előnek is folyamatosan olyan kiadásaik vannak, amit ők megoldották egyik szponzori támogatásokból, tagdíjakból, de hát erre mindenféleképpen szükség van. Nagyon jól együttműködnek az iskolával is, mindenféleképpen egy életre való társaság. Én a sportegyesületnél valójában szerintem azt láttam, hogy egy üzemanyag költségek azért elég szépen emelkedtek. Tehát ott busszal jönni, menni kell, természetesen nagy kiadás lesz neki. És amellett ugye a villany, illetve a rezsi költségek is mennek ugyanúgy. Tehát szerintem ez a 200 ezer forint pluszban ez valójában nagyjából fedezi ugyanazt, mint az 1.800.000. Sajnos ennyit változott egy év alatt a helyzet. Tényleg nem mondható egyáltalán eltúlzottnak az egész költségvetés. Én is csak ennyit tudnék mondani, hogy szerintem se eltúlzott a dolog. Meg jó, hogy így át lehet azért látni előre, hogy tényleg kinek mire lenne nagyjából így élő szinten szüksége. Hát reméljük, hogy fogjuk tudni teljesíteni ezeket a dolgokat. Meg látni kell a legtöbb igénylésből, hogy tulajdonképpen a legjobb barátaink egyesület esetében is, hogy mire, ugye ott a Schwab-ház, hogy az úgy nem elolvasott, csak úgy mondom, hogy tehát nem elszórakozásra mennek ezek a pénzek, hanem hát tulajdonképpen a községet gyarapítják a horgászok a filagória alján fix beépített asztalpadokkal, amit nem lehet onnan elvinni, olyat akarnak. Tehát ez mind olyan dolog, ami java része, ez meg fog látszani a falon is, nem csak kidobott pénzek, ezek vagy elszórakozott pénzek. Az is szép dolog, hogy a szakosztály működik, szép eredményeket is érnek el, ahogy hallom, úgyhogy a fiatalok addig sem más csinálnak, értelmes dolgokkal foglalkoznak, ez mind támogatható. Javaslom részemről, hogy ezt adjuk meg, ha a költségvetésig megengedi természetesen. Köszönöm. Köszönöm. Évek óta kerülgetjük, hallgatjuk ezt a kérdést. Nem kellemes dolog az, hogy fel kell vetni itt a sportbüfőmérnevi díjat. Itt most már 10 éve, nem tudom hány éve, havi 60 ezer forintért mérjük a méretdíjat, ami ugye nem kevés, az így kell termelni, de minden más egyéb költségünket, illetve méretdíjunkat emeltünk, ezen 10 éve nem emeltünk. A sportnak ilyen igényei vannak, talán ezt meg lehetne oldani ennek a fedezetével, illetve ennek a némi emelésével. Tudom, akit érint, ez, annak ez kellemetlen, de szóval mindent mi sem tudunk állni. Egy életi 10 év óta, ami nem változik, az valószínűleg nem reális. Én úgy tudom, hogy ehhez valami szerződés kötődik, ez az egyet tudok, hogy nem tudom, hogy most lejárt-e már ez a szerződés, vagy ne fog-e járni ez a szerződés, de én úgy tudom, hogy ez annó annak idején megállapodás le lett fektetve valami 10 éves intervallumban, vagy a beállások miatt oda ráfordult költségek miatt. Én úgy tudom, és azért ennyi most jelen pillanatban a bérleti díj. Meg talán azért is ennyi gyerekek, mert az átmondott költség ugye, az nem lett jóváírva. Tehát nem úgy van, hogy mi tette, csinálsz egy beruházást és akkor leírhatod a költséget. Itt nem lesz semmi leírva a gyerekek. Kaptad egy gyönyörű épületet, ami rendben van rakva. Most ezért, ahogy a Robi is mondja, valóban van egy szerződés, és ez így igaz. De a beruházást nem lehet leírni. Most kérdezett belefetszett 5 millió forintot Pisti, aztán nem kapsz semmit. Köszönöm. Ez a dolgokon nézzük ennek utána, azt is, hogy mikor, mire kell rátérve, nyilvánvalóan erre papírok vannak, ennyiben nem tudunk dönteni. Jó, hát azt előre bocsátom, hogy nem az önkormányzat tala van most már szerződésben a bérlő, hanem a sportegyesületnek van joga a bérleti díjat tárgyalni, hiszen mi átadtuk teljes egészében használatra a sportegyesületnek, azzal, hogy összethettük be ott a bérleti díjat, és ő állapodik meg a bérlővel,
természetesen a sportegyesület igényli, hogy közösen hárman vagy négy oldalon tárgyaljuk meg ezt a dolgot, akkor van rá lehetőség, de jogában az egyesületnek a szerződést módosítani, gondolom. Igen, akkor ez még egy mondatot egy problémát fölve, ugye az egyesület vezetőség és a sport béleti, mert a sportüzemeltetője szerint jelenleg szerintem még ellen érdekelt a béremelés vagy a béleti kiemelésben. Ugye tudjuk a KRT-ben kik a tagok, majd a sportok bérlő KRT-ben kik a tagok, és tudjuk ki az ellen, ugye ez azért a kettő valami szerintem összeférhetetlen. Ha nem is összeférhetetlen, de némi akár lett föl. Értem, hogy mit mondasz, de van egy vezetőség, sportvezetőség kezdeményező, akkor hogy üljünk le, önkormányzat, ők meg a bérlők, aztán tárgyaljuk meg. Amint te nem vagy sportvezetőség? Nem. Csak a Pistihez ennyiben csatlakoznék, hogy én láttam ezt a bérleti szerződést végül is, ott a polgármester úr vélemére kellnék annyiban, hogy a Levél község önkormányzata 1999-ben kötött egy bérleti szerződést a sportegyesülettel, amit 2006-ban módosított. A módosított szerződésben megadta át a bérleti díj megállapítását a sportegyesület vezetőségére, hogy ő határozza, meg volt határozva a bérleti díj kezdetben német márkában, ez egy fix összeg volt 60 ezer forintban, és itt a ráfordított összegek miatt ez maradt is a 60 ezer forintban, amit eddig is elhangzott, és 2006-ban kötöttek egy új szerződést, amiért 2016-ig, amikor végül is a sportvezetőség hatáskörébe tartozik, és abban benne van egy pont, hogy 2011. december 31-ig a bérleti díj ügyében a sportvezetőségnek meg kell állapodnia, ha emelnek arról, ha nem arról a sportbüfében. Most azért éreztem, hogy van egy vezetőség, de nem tudom, hogy ez a dolog megtörtént, de mivel nincs itt a sport részéről senki, úgyhogy ez akkor egy feldobott labda, majd erre szeretnék választ kapni tőlük. Mindenesetre azt tartanám helyesnek, hogy egyedül erről nem döntenénk, különösen arról, hogy még van is egy hiányzó tétel. Nem beszélve arról, hogy a sarokszámok ismerete nélkül azért egy 4-4,5 millió forintos összeget csak úgy odarakni, nem tartom szerencsésnek. Tehát mindenképpen várjuk vele, járjuk utána a dolgoknak. Tehát gyakorlatilag számítási anyagilag döntés nélkül, és a költségvetés kulcsszámai... Most elmondtam, meg semmi gondom sem a sportra, sem a vezetőségre senkivel, de azért az önkormányzat képviseletében azért azt is néznünk kell, hogy itt azt a feltételezve azt az összeget nekünk kell kipótolni, ami onnan nem folyik be a bérleti díjba. És az anyagi részét még gondolom. Jó, akkor abban maradjunk, hogy kérjük a sportvezetést, hogy nyilatkozzon, hogy tárgyaltak-e a bérlővel a bérleti díjváltozásról, vagy nem, hanem akkor pótolják, ha ahhoz szükséges a közreműködésünk, akár enyém, akár valamelyik képviselőnek, akkor jelezzék, és akkor ott lehetünk mi is. Ez az egyik része. A másik része, hogy akkor irányszámként elfogadjuk tervezési számítási anyagként, de akkor döntés majd csak a költségvetés elfogadásokhoz lesz a támogatás a konkrét összegéről, mert addig még változhat. Lehet, hogy valamennyit csökkenteni, lehet, hogy jó szívvel oda tudjuk adni valamennyit, ez akkor majd eldől. A költségvetéssel kapcsolatban még egy nagyon fontos téma lesz majd, de mivel a gazdasági bizottság nem tárgyalt, ezért azt most nem kívánom ismertetni, hanem vannak még tájékoztató, hogy milyen kötelezettségeink vannak, ezekről szeretnék szólni, csak hogy a képviselők is, illetve hallgatják, tisztában legyen. Beruházások terén ugye megint
megnyertünk egy geokos, vagyis megnyertünk egy pályázatot, még pedig a geokenergetikai pályázatát, egy 83,5 millió forintos beruházás, és 1,5%-os támogatást kapunk, tehát 12,5 millió forint önrészt kell hozzá biztosítani. Van benyújtott pályázatunk emlékpark és kerékpáros pihenőpark kialakítására a Dózsa utca végén. Ez egy 7,8 millió forintos projekt, és 100%-os nettó finanszírozás társul hozzá, ha nyer a LIDER pályázaton, tehát itt elvileg az ÁFA részét kell finanszíroznunk. A tűzoltószertár felújítása következő, amelynek a projekt gazdája a Tűzoltó Egyesület, ugyan, de a megállapodásunk értelmében mi finanszírozunk, 14,3 millió forint. Ehhez a Tűzoltó Egyesület a maximális támogatás esetén 10 milliót tud kapni, tehát 4,3 millió tovább, még azon felül is hozzá kell tenni a projekthez. Illetve van még kettő, amelyekről most nem szóltam, a kultúrház és a óvoda többletmunkák, amelyeket még a gazdasági bizottsággal meg kell tárgyalni, akkor lesznek ismertek. Ezen túl vannak a kistérségi társulások, pontosabban a körzetre vonatkozó ételeink, a hulladékgazdálkodási társulásban 3,6 millió forintos elvész, és a Moson-Magyaróvár szennyvíz tisztító korszerűsítéséhez 13,3 millió forintos elvészt kell biztosítanunk. Felújítások terén, ugye tavaly úgy, ahogy elkezdtük a cserésznyésor felújítását, de ott félbe maradt a patka és az árok rendezése, amelyre nyilván majd költeni kell, ennek majd tisztelni kell, hogy körülbelül milyen összegre van szükség, illetve hogyha ezek meglesznek, akkor meglátjuk, milyen állapotban van, lehet, hogy kavicspótlás, vagy valami murvázás, vagy valamilyen még szükséges válhat. Járdafelújításokra az elmúlt évben is, gondolom, az idén is lesz igény, erre kb. 1 millió forintot gondolunk tervezni. Vízelvezető árakfelújításra, vagy építésre is közel ennyit. És már most van árajánlatunk a új telephelynél tetőjavításra 700 ezer forintos felújítási munkára. Ehhez kapcsolódik még majd a Fürd 2 kémény és pince javítás költsége, amelyre még nincs árajánlat. Ezen túl hagyományosan évesként visszatérő, talán az idén kevesebb lett belőle, kátyúzás, amire tavaly 1 millió forintot terveztünk, de jóval meghaladtuk azt is, most is 1 millióra gondolok, hogy tervezzük. Egyéb költségek között hagyományos és visszatérő költségek, a humán papilloma vírus elleni védőoltás, hány gyermeket érintett, még a tervezés során nyilván tisztázunk, tavaly 1,2 millió volt tervezve, de nem lett felhasználva. Szúnyognyérítés, olyan időjárás lesz, 450-500 körül. Az ingyenes tankönyv biztosítása az iskolában, 2 millió forint körüli összeg. Idősek karácsonyi ajándéka, 450-500 forint körüli összeg. A Bursa Hungarika pályázat önrésze, kb. 1 millió forint. Fejlesztési hiteltörlesztések, még a korábbi hitelfelvételek kapcsán 2,1 millió forint. És ugye ehhez majd a tavaly felvett támogatást megelőző hiteleknek a kamata, amelyeknek az összegét még szintén nem tudjuk, hiszen azt csak akkor tudják kiszámolni, ha azt visszatörlesztettük. És új kiadásként fog majd megjelenni, amelyről majd még ma tárgyalunk, a új fogorvosi körzet kialakítására, vagy a körzet működtetéséhez való hozzájárulásunk. Tehát ezek a már most úgy tűnik, hogy jelentősen meghatározzák a költségvetési mozgásterünket, annak ellenére, hogy a főszámokat még igazából ismerjük. De hát ezekkel kell tervezni. Van egy költségvetés előkészítésével kapcsolatban valaki, hogy esetleg mondani. Még a közmeghallgatáson a Domonkosani fölvetett a, nem tudom, a Vasút utcának a világítás, meg valami árnát is mondtál, hogy az benne van-e vagy bele. Nincs. Nincs.
akkor, amit döntést hoztunk, ezeket már meghoztuk határozatba, támogatásokról nem döntöttünk, akkor lezárhatjuk ezt a területet. Közvilágítással kapcsolatban még nem döntött helyen is itt a faluban. Lenne az új utcában is kellene egyet tenni, oda le a Tau utca sarkához, majdnem. Ott van egy ilyen fa oszlóson, ami arra kellene egyet, ott nagyon-nagyon sötét van, meg akkor itt kellene megcsinálni itt a gyárkanyarodat. József Attila utcáról kellene csinálni, itt Frida körül, Varga Fridánál sarkon, oda kellene még egyet tenni, mert ott is nagyon nagy sötét. Bizottság ülésen beszéltünk erről, meg a park elénő. Napelemes. Sőt, akkor már egyszer említettük itt az Expo felé menő kanyarba, vagy mondjam, itt a Pesteti utca Expo kanyarban. Ott sincs lent, az is meglehetősen veszélyes volt, a különös közlekedés van. Beszélgetünk, hogy nem egyeztünk meg, hogy kérünk árajátok, vannak ilyen napelemes lámparendszerek, ott a polgármester úr meg a hagyományoshoz is, és aztán meg vannak függvényében önként, hogy egy-egy helyen van, hát de leginkább mind bent a házakért, és azért sötét a előzési állapotban, az beláthatatlan. Jó, hát ugye igényeket még lehetne sorolni. Van még egy-két elképzelés, amit meg kéne csinálni. De egyenlőre szerintem zárjuk le ezt a témát most pillanatban, akkor jó. És akkor a harmadik témánk a köztisztviselők teljesítménykövetelménye. Képviselők megkapták az előterjesztés határozati javaslatot. Van ez az egységviszítés. Igazából minden elég sokat elsősorban benne, de igazából ennek egyetlen egy pontja az, ami érvényes, és amit hát én a magam részéről a dolgozók felé továbbítani fogok, ez pedig, amit hogyha már kétszer is hallottunk, teljesen más témakörömen, de itt akkor hagyd mondom, hogy a mentén is pár mondatban azokat a dolgokat ehhez kapcsolódik. Ez tulajdonképpen a 2013-i önkormányzati, új önkormányzati rendszerrel való átállás, de ez nem csak az önkormányzati rendszeri átállás, hanem egyébként a járásokkal kapcsolatos dolgokat, meg sok mindent. És nem beszélve arról, hogy az elmúlt évben, és még most is jönnek ki a magyar közlönyben ezek a jogszabályok, körülbelül 200 törvény jött ki. Ez a 200 törvény, ez az maga a nagyobb többsége, tehát egy olyan 75 az utolsó két-három hónapban, és ez egy nagyobb része az utolsó, tehát a karácsony környéki időszakban, amelyek a magyar közlönyben még csak most jelennek meg, és azt, hogy ezt értelmezni, ahogy a hagyvártós kérte, hogy ebből egy kételős dolgot mondani, egyszerűen képtelenség, még úgy sem tudok, hogy én is a civil szervezetnek a vezetője vagyok, és jelenleg még én sem tudom, hogy mi lesz ezzel a civil szervezettel, és kirakok a dolgokat meg kellene csinálni, mert megmondom őszintén, még arra nem volt lehetőség, hogy az összes és önkormányzati szinte mindegyik érinti jogszabályt át lehessen úgy olvasni, hogy annak egy jó részét legalább az ember meg is értse. Tehát az lesz a legfontosabb feladat a kollégáimnak is, nekem is, hogy ezeket a jogszabályokat a napi munkánkból bele tudjuk építeni, ugye azt is jelenti, hogy az összes szabályozás szinte megváltozik, a rendeleteinknek a nagyobb részét módosítani kell az új jogszabályokhoz, amikor erre lesz idő. A kisebbségi, illetve hát most már nem is így hívják, önkormányzattal kapcsolatban is lesz egy csomó teendő, az elnevezésének a megváltozásától kezdve. Az törzskönyvezési, nyilvántartási rendszer teljesen átalakul, tehát olyan dolgaink lesznek, amiről ma még annyira homályos információk vannak, ahogy a György is elmondta, hogy maga a törvény ez kiért, de nem jöttek ki azok a jogszabályok, tehát a kormányrendeletekre is, miniszterrendeletekre gondolom, amelyek ezeket tovább viszik, tovább magyarázzák, lehozzák egészen mondjuk közérthető nyelvezetre,
Mi is tegnap voltunk egy kérdői értekezleten. Végül is annyi kérdés fél órában annyit láttunk, hogy a törvényeknek egy részét kiemelve levetítették elénk, hogy van ilyen. Hát végül is ezt mi is tudjuk, de ha konkrét kérdéseket akar föltenni az ember, akár a kormány megbízott úrhoz, vagy akár valamelyik osztályvezetőhöz, egyelőre ők is tanástalanok, mert ők sem tudnak igazából többet, mint amit nekik is elmondanak, az pedig jelenleg csak annyi, ami a törvényben áll, azt néz meg. De az a mai, illetve a napi munkánkhoz az kevés, tehát én azt gondolom, egy kicsit kibővítve a dolgokat, tehát az összesre, hogy ha most valaki azt mondaná, hogy beszéljünk az új jogszabályokról, hogy mégis mi változott, egyszerűen képtelenség lenne, mert például az adókról szóló adók módosításáról szóló törvény, az legalább 12-14 törvényt is módosított, ami azt jelenti, hogy ha 100 törvényen beszélek, akkor itt nem 100-ról beszélhetünk, hanem ennél több ötről, és akkor nem beszéltem még a kormányrendeletekről, a miniszteri rendeletekről, meg hát egyetlen olyan kijött magyarázatok, orvosításokkal, amik ugyan nem jogszabályi jellegűek, de jó értelemben vett hallgatólagos jogszabálynak minősülnek, tehát jó, hogy az ember figyelembe veszi őket akkor, amikor a jogot alkalmazza. Tehát én azt gondolom, hogy ezt így el fogadni, azt nekünk tovább kell még a dolgozókra vetíteni, illetve a polgármester úrban rám illetíteni, mert mondom, a sok feladat közül igazából egy lesz a lényeges, a jogszabályoknak mindennapi munkánk való beépítése, a önkormányzati törvénynek a 2013 évi elkorosítása, és csak szerint mondom el, hogy például azt a jogszabályt, amit alkalmazunk, ez az úgynevezett KED, tehát a közigazgatási hatósági eljárás általán szabályról szóló jogszabály több mint 70 szakaszában megváltozott, illetve változik február 1-től, tehát vannak csak nüansznyi módosítások, ugyanígy az adózás rendjéről szóló törvényben, amit a másik kollégánőmnek kell használni, ott is több mint 70 helyen változott a jogszabály. Nagyon sok helyen csak olyan változások vannak, hogy új hatóságokat nevesít, például a bíróság helyett már törvényszéket, kúriák, hasonlókat nevesít, például a szabálysértési eljárásnál, vagy a KET-nél ugye máshova kell benyújtani dolgokat. Csak ilyenek vannak, de vannak olyan volumenú változások, amelyek ténylegesen komolyan befolyásolják a mindennapi munkát, és ezzel kell üdítélni. Azért mondtam, hogy kicsit kibővítettem, mert már erre nem akarok igazából visszatérni a továbbiakban. A fő feladatunk ebben az évben az lesz, hogy az önkormányzati intézményekkel, a képviselőrestülettel és hát a civil szervezetekkel is természetesen együttműködve ezeket a jogszabályokat a lakosságra vetítve, meg az önkormányzati intézményekre vetítve megpróbáljuk úgy alkalmazni, hogy azok a törvényességnek mindenben megfeleljenek, és jegyzőként ugyan talán nem illik, vagy nem is szabad ezt mondanom, de én is azt mondom, egy olyan kaotikus időszak előtt állunk, illetve már benne vagyunk, hogy ennek az elvárásnak, amit most a kormányzat velünk szemben, önkormányzatokkal, intézményekkel szemben támasztott, nagyon nehéz lesz megfelelni, és szerintem sok helyen lesz olyan dolog, ahol nem is tudunk, vagy tudnak ennek az elvárásnak megfelelni. Van egy kérdés, a teljesen költem. Megszabad, akkor a kérdését tartázott, hogy most tovább menjen fel a kezét. Köszönöm. Következő témánk a kiegészítés szerint a telekadó rendelet. Nem tudom, a kiegészítésben miért jött a megmondva a költségvetést, azt már megtenni. Telekadó rendelet következik. Mégpedig azért, mert ugye december végén az önkormányzat elfogadta a telekadóról szóló rendeletet, 25 forint per négyzetméteres adókötelezettséget állapított meg a telekre vonatkozóan. Ugye az is
ismert, hogy a telek fogalma lényeges módon kibővül, nem csak a belterületi beépített építési telek minősülnek teleknek, hanem a beépített belterületi telkek is teleknek minősülnek, illetve a külterületi, nem mezőgazdasági művelés alatt álló területek is teleknek minősülnek. Ilyen értelemben sokkal szélesebb kört érint a telekadó, mint korábban a más szabályozás révén érintett. A decemberben elfogadott telekadó rendeletünk szerint viszont nem állapíthattunk meg kedvezményt vagy mentességet bizonyos tehát a nem magánszemélyekre, ezért gyakorlatilag a decemberben elfogadott telekadó rendeletünket szeretnénk most módosítani, és ebben a módosításba beletenni azokat a változásokat, amelyek szükségesek. Ez ugye azért lehetséges, mert úgy gondolom, mert január ennyi hatállyal lehet bevezetni, de kedvezőbb adózási feltételeket évközben is lehet. Tehát most januárban van lehetőségünk arra, hogy a decemberben elfogadott szigorúbb adó rendeletünket egy kicsit finomítsuk, és lehet, hogy még évközben a bevallások feldolgozása során lehet, hogy még felmerülnek majd olyan kérdések, olyan problémák, amelyek még további pontosítást, finomítást tesznek szükségessé, hiszen a bevezetés kor sem állt rendelkezésünkre olyan adatbázis, amelyből pontosan tudtuk volna, hogy hány telket, hány négyzetmétert érint ez, hány magánszemélyt, hány nem magánszemélyt, kiknek milyen esetleges korlátozása van a telkén, vagy milyen egyéb más adott befolyásoló tényező állhat fönn. Ezek csak úgy menet közben fognak véleményem szerint kiderülni. Ezért tehát már a friss rendeletünket is módosítani kell, és ezt a módosítást a jegyző ismertetjük, mire gondolok. Igen, mert a telekadó törvény az november 30-ától úgy változott meg, hogy nagyon sok addig védett lehetőséget kivett belőle, tehát a mentességek körét csökkentette. Így emelte be, ahogy mondtam a polgármester úr, a külterületek nem mezőgazdasági célú hasznosítására igénybe vett területek adózási lehetőségét, és megszüntette a építési tilalom alatt álló telkeknek a teljes adómentességét, tehát 50%-os mértékig azokat is lehet adóztatni. És tulajdonképpen teleknek minősíti mind azt a területet, amelyet nem fed építmény. Tehát nincs rajta ház, és nincs rajta például egy melléképület. Ami ezen kívül van, az teleknek minősül. Mi viszont ugye úgy szabályoztuk, hogy mivel van kommunális adónk is, kommunális adóval egy kicsit ütni egymást a kettő, és azért lesz majd szükség pici kis nyansznyi módosításra a magánszemélyek kommunális adójával szóló jogszabályban is. Együtt akarom elmondani a kettőt, hogy ne kelljen már erre külön visszatérnem. Hogy a telefogalma ezen oknál fogva megváltozott, és a helyi adókról szóló törvényben egy más terminus kapott, más megfogalmazást kapott, és így másképpen kell értelmezni. Na most, bizonyos esetekben adható mentesség, és ezt a mentességet úgy próbáltuk megadni, ez az alaprendeletben benne van, hogy a házhoz tartozó telekingatlan, és illetve az ahhoz kapcsolódó, de esetlegesen más helyek az számon lévő ingatlan, de mondjuk együtt művelik, például nincs kerítésre elválasztva, de már más helyzeti számon van, hogy azután se kelljen telekadót fizetni, 3000 négyzetméterig ez az ingatlan. Magánszemélyeknek természetesen, mert vállalkozásoknak ezt a kedvezményt nem lehet, mentességet nem lehet megadni. Ez magánszemélyekre vonatkozóan így érvényes. Viszont úgy gondolkodtunk, és ugye erre fokozatosan, ahogyan nézegettük napról napra, hogy mégis mi lesz majd az adó tárgya,
arra jutottunk, hogy a külterületi ingatlanul áll, hangvét olyan kategória, ami megérdemelné azt, hogy más adómértéket alkalmazunk. Ugye itt kedvezményt nem lehet, ahogy mondtam, tehát egy vállalkozásra kaphat kedvezményt. Viszont az adómértékben, az adómérték megállapításával ehhez a kedvezményhez hozzájuthat. Tehát ezért javasoljuk a negyedik paragrafus helyett, hogy a belterületi telekadó alapja, ugye telek négyzetméterben számított alapterülete, ez eddig is benne volt. A telekadó mértéke volt az, hogy 25 forint per négyzetméter, ez most úgy módosul, hogy a telekadó mértéke belterületen lévő telek után 25 forint per négyzetméter, a külterületen lévő telek után 13 forint per négyzetméter, és a szélkerékkel beépített, de mezőgazdasági működésre kivett telek után a telekadó mértéke 0 forint. Tehát itt nem állapítunk meg, adott, nem mentességet adunk, hanem adott nem állapítunk meg, és az azért mondom, hogy kettő, mert nullába állapítottuk meg, és így adjuk meg tulajdonképpen a kedvezményt, hiszen ezután, a telek után elvileg a szélkerék bizonyos adót, a szélkeréknek a üzemeltetője bizonyos adót fizet, és akitől ezt a telket igénybe veszi, azután bérletet fizetnek, és azután a bérlet után viszont adózni kell az ingatlan tulajdonosnak, tehát többször adózást szerettük volna ezzel elkerülni. És akkor rögtön mondanám a másikat is, hogy mivel most már nem beépítetlen belterületi ingatlanról van szó, a telek megfogalmazásánál, mert eddig így volt, hogy belterületlen, beépítetlen, ingatlan, ez volt a telek általános megfogalmazása, ma ezzel már nem ezt érjük, ezért a kommunális adóban is módosítani. Ugye nem is mindjárt leveszem, hogy azért mondom, hogy ne kelljen kétszer beszélgetnem, itt van már. Tudtam. Tehát ott az első bekezdés helyére, hogy mi az adóköteles. Az önkormányzat illetékességét illetőnévő építmények közül a lakás és a nem lakás céglára szolgáló épület rész, ez, amit úgy nevezik, hogy építmény, valamint a telek. És akkor ebben a telekben már ugye beletartozik több minden dolog, ami a telek fogalma AHT-ban megfogalmazásra került, és akkor mentes a magánszemélyi kommunális adója alól a lakás céljára szolgáló épület, és ugye az ehhez tartozó telek. Tehát a telket ugye nem adóztatjuk a kommunális adóba, mivel ott már ezt adóztatjuk a telekadóval, illetve bizonyos részét nem adóztatjuk, mert azt kivettük a telekadó hatányból. Tehát marad maga a lakás céljára szolgáló épület, ami a magánszemélyek kommunális adója alá esik, és ezután kell a tulajdonosnak megfizetni az adót. Jó, így akartam a kettőt összevonni, hogy érthető legyen, hogy miért, mit miért próbáltuk megcsinálni. Van egy kérdés ezzel kapcsolatban? Tehát amiről a gazdasági bizottság ülésen beszélgetünk, hogy mentesség 50% ne egye meg, az gyakorlatilag kiderült, hogy nem járható út, mivel jogi személy, tehát csak magánszemély kaphat kedvezményt, jogi személy nem, ezért ezt át kell változtatni a adómérték megállapításában. Ennyi a változtatás lényege. És hát ugye, hogy ne legyen félreértés, tehát aki egyszerűsíteni úgy lehet, hogy aki kommunális adót fizet, annak telekadót nem kell fizetnie, kivéve 3000 négyzetméter egy nagyobb telke van, mert az e fölötti telek rész után viszont a telekadót is meg kell fizetnie, és hát bízunk benne, hogy ez a 3000 négyzetméter úgy van megállapítva, hogy a levéli állandó lakhelyen rendelkezők közül nagyon keveset, vagy egy kettőt, hármat érinthet csak talán. Viszont a telekadó rendelet bevonja a adó teherviselésbe azokat a belterületi beépítetlen területeket és külterületi telkeket, amelyek után az önkormányzatnak ilyen módon bevétele keletkezik, és egy kicsit pótolni tudja azt a kiesést, amit a személyi jövedelemadó vagy a normatívákban nem kapunk meg, hiszen az előbbi témánál tárgyaltuk, hogy azért a költségvetésünk elég szoros, feszített, úgyhogy szükség van minden lehető jogszerű bevételre, még a teherviselés határán belül.
észrevétel van. És még annyit tennék hozzá, hogy ugye mivel az első évben kerül majd bevezetésre a telepadó, és ugye ennek a érkesítési, bevallási, adókivetési munkája, ez március 24-ben nem fejeződik be, ezért ebben az évben, az első évben, az első bevezetési időszak, az május 31-e felett. Addig kell majd az első fél évre első adót megfizetni, remélhetőleg addig a bevallások, az adókivetések megtörténnek, és lesz egy lehetőség arra is, hogy a pénz befizetésre kerüljön, illetve hát a önkormányzat számlájára is beérkezzen. És akkor még annyit tényleg valóban, hogy hát a pudin próbálja az evés, szerintem is lesz még ez a telekodóval majd még munkánk, mert időközben bejönnek olyan dolgok, amit előre az ember nem tud tervezni, nem lát, de a napi munkája során találkozik fel, és akkor az ott több fellelhető akadályt valamiképpen le kell bűrni, és ha az csak egy jogszabályi módosítással lehetséges, akkor ez vissza fog majd kerülni ide a testület elé. Regulációs célra vásároltak ingatlan. Eddig a másik felelőnk azt akartam még megkérdezni edzőtől, ugye itt ki lesz hirdett ez a rendelet, ezen felül kapnak-e a tulajdonosok, vagy számon vannak-e végül a tulajdonosok, akik esetleg írásba kapnak erről valamit, hogy azért tudjanak róla, hogy az legyen, hogy hát mi nem volt ki. Hát érdekes még a MÁV például, pedig az egyik legnagyobb mentességet élvezők közé tartozik. Mégis vannak, hogy hát a vasút területe, a vasút melletti területe, az mentes a lelakadó alól. Viszont vannak olyan területei, amelyek nem lesznek mentesek, olyan külterületi nem tartoznak bele a mentesség fogalmába. Tehát a MÁV annak ellenére, hogy nem tudtunk senkinek még semmit jelent. Köszönöm szépen, hogy láttam egy napot. A térkép készítésére, ugye bevezetőként annyit, hogy egyrészt pályáztunk a pihenőpark, kerékpes pihenőpark és emlékparkra, és a pályázat nyelvott egy tájékoztatott információs táblát mindenképpen el kell helyezni a községre. Ezen túlmenően van három busz megállónk, amely egy üveges vitrínben nyilván nagyon jól, jobban mutatna, mint így jelen pillanatban lévő plakát, egy ilyen nagyméretű plakát, amelyen a község látnivalói érdekessége, intézményei, stb. Szerepelnek. Ezen túlmenően, ha esetleg sikerülne a község utcák, utcanévtáblák, információs táblák, valamilyen pályázaton támogatást szerezni, akkor nyilván azokhoz továbbra is, vagy több információs táblát is el kellene helyezni a faluban. Ennek az alapja nyilván a község digitális térképe többféle formátumban, és ennek az elkészítésére kértem két ajánlatot. Az egyik ajánlat egy térképésztől, aki nagyon színvonalas munkákat végzett, legutóbb a Lévényit végezte, az 250 ezer forint plusz áfáért vállalná. A másik, aki korábban a mi községi meglévő térképünket készítette, ennél lényegesen olcsóbban vállalt egyszerű felhasználásra térképek elkészítését összesen 25-37 ezer forint plusz áfáért frissíti, újra alkotja ezt a térképünket. A gazdasági bizottság emellett a javaslat mellett foglalt állást, kérdezem a képviselőket hasonló módon megfelelő, hogy ettől megrendeljük. Aki igen, ezt kérem megint a kezét. Köszönöm szépen. Tehát a Hiszimat Kft. Lesz a térkép készítő. Fogorvosi társulási szerződés jóváhagyása egyesülön levél. Elkészült tegnap, kaptuk el, hogy ma reggel pontosabban. Egyesalmi jegyző úrtól a megállapodás tervezetét és egyfajta számítást a ottani költségekre vonatkozóan. Úgy látom, én átolvasva a szerződés szövegébe semmi kivetni valót nem látok, nem találok, szerintem tökéletesen megfelel erre a célra. A költségekre vonatkozóan viszont van még mi agályom. Egy kicsit a magam részéről nem tartom arányosnak az egyharmadat. Igaz, hogy létszámba tekintve szinte egy nevélkösség,
de viszont a rendelő fenntartás költségei nekik akkor is ennyibe kerülnének, ami nem csatlakozunk oda, és nem jelent akkor a nagy többletköltséget a mi csatlakozásunk, ami ezt esetleg indokolná. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből alkudni kellene. Én a 200 ezer forint körül összeget elfogadhatónak tartanám, de ezt a teljes összeget nem tudom, mi a véleményetek. Sikerült áttanulmányozni. És akkor március vagy ugye megállapodás megszületik, akkor március 1-től egyes halom látná el a fogorvosi teendőinket. Számoztunk 2 millió alatt, ugye 3 millió forintos összeg lesz egy évben. Ugye ez a kötelező ellátás, fogorvosi ellátás, amit mindenképpen biztosítani kell, de amennyiben lehet ez valóban jogos felvetés, hogy azért az a rendben akkor is működik, mi nem vagyunk ott, akkor is van a költsége. Nyilván kivonni sem lehet magunkat a lóra, de egy próbát megérni. Én ezért gondoltam ezt a 200 ezer, ugye most aki a helyettesítést ellátja, ővel se tudtunk lejjebb menni a 200 ezer forintos, 400 ezeret akart havonként, ha emlékeztek rá, kérni a helyettesítés idejére is, 200 ezerbe meg tudtunk állapodni, és hát úgy tűnik, hogy ez egy ilyen elfogadható piac erről számomra, meg másra ugye nyilván nem tárgyaltunk ez ügybe, hiszen ez a egyes valami számomra a legjobb megoldásnak tűnik. Hogyha e körül meg tudnánk állapodni, meg tudnánk alkudni, akkor természetesen minden további nélkül, de hát nyilván egyes halomnak meg az érdeke az, hogy minél többet próbáljon beszedni, ezért azt kérem, hogy úgy foglaljunk állást, hogy mert ezt újra tárgyalni már nem nagyon van lehetőségünk, hiszen 5-ig, február 5-ig be kell, hogy küldjük, és a működési engedélynek meg kell lenni ahhoz, hogy március 1-től ez a téli finanszírozást megkapja ez a társulás. Hogy próbáljunk tárgyalni, de ha nem, akkor meddig megyünk el ebbe a dologba. Maximum. Azt akartod, hogy lejátszunk fel a polgármester, nézzük meg a polgármester, hogy tárgyaljon. Aztán majd többit még szerkesztem a szép, hogy talán még elmondjuk neked a helyeseket. Ha nem, mit van? Bármiféle számítunk. Mert más nem történik, és mondani ezt. És hát igazából ezek a degressziós költségek, ezek évről évre nőni fognak. Úgyhogy ezzel is számítunk. Szerintem igen, mert ebben benne van a bérek és járdók, a kafetéria, ja, az igen, a degresszió az más. A degresszió az, hogy a hegyes halom kapott volna, csak mondok egy számot, nem biztos, hogy ennyit kap, 200 ezer forintot a fogorvosi ellátására körülbelül, mert mi kapunk 103 ezer fogorvosságot, vagy mennyi, akkor ugye ennek legalább a dupláját, igen, és mivel mi csatlakoztunk hozzá, és a létszám megnövekedett, ezért 49 ezer forinttal kevesebb fix támogatást kap, és ezt mindenképp pótolni kell. Ez a fix összeg, ez csak akkor változik, hogy a TB finanszírozás változik. Én egybe olvastam utont a kettőt, mert a többi része végül is nyilni fog, úgyhogy elvileg ez érdekében a hozzájárulás mértéke valamilyen szinten nőni fog. Hát meg azt is azért tudomásul kell vennünk, hogy egyes valami 18 millió forintot költött annak a rendelőnek a kialakítására, berendezésére, és nem beszélve arra, hogy menet közben is előfordulhatnak olyan dolgok, hogy valami nagyobb mértékű eszközt kell beszerezni, az nyilván valahogy akkor egy közös valami megállapodás kell, hogy legyen, hiszen minket is szolgál, nem csak egyes valamot. Aztán, hogy ez a közalkalmazotti dolog meddig működik, meddig nem, azt nem tudjuk, mert azért nem biztos, hogy ez a végleges megoldás a mai világban, hanem előbb-utóbb egy vállalkozó orvosnak átadni, átvetetni, és akkor
mondjuk a közalkalmazotti bérek jelentős mértékben el vannak térítve, nem a besorolás szerinti bérek vannak, mert azért egy fogorvos meg asszisztenciának biztos kimenni sehova. Tehát ezek jelentősen el vannak térítve, azért magasabb ez a költség. Jó, én azt javaslom, hogy akkor ezzel akkor a testület, hogy az összegről ezen összegeleg határig tárgyaljunk és alkudjunk, amennyi lehet. Megállapodás magát pedig kérem, hogy hatalmazzon fel, hogy aláírjuk, mert mondom a pénzőséget bennünket. Elfogadható? Igen. A kényet is kérem. Köszönöm szépen. Keok energetikai pályázat. A gazdasági bizottság ülésén már ismertettem, hogy a községháza, általános iskola és a tornacsarnok épületeire benyújtott energetikai korszerűsítési pályázatunk sikeres volt. Megkaptuk az értesítést, hogy a Széchenyi terv keretében közel 71 millió forint támogatást kapunk. A 83,5 millió forintos projekt, tehát 12,5 millió forint önrészt kell hozzá biztosítanunk. Nyilván elég nagyon nagy munka és nagy teher lesz az idei évben is, és főleg annak függvényében, amiket a bevezetőben is említettünk, hogy az iskolánk sorsa meg mennyire bizonytalan. Ettől függetlenül vallom, vagy gondolom, hogy ezt célszerű megcsinálni, mert az iskolánk minimum az alsó tagozata akkor is marad, és az ide költözhet a fő égőtornacsarnok is marad, ami nem csak az iskolát szolgálja, hanem a falut is, illetve a község, tehát a önkormányzat épülete is, és a korszerűsítés alkalmassá teszi ezt az épületet arra, hogy a gázt kiváltsuk, és egy ilyen falapíték tüzelési automata fűtési rendszert építsünk ki a politechnikai műhely igénybevételével, amelyet ezáltal hasznosítva is lesz, és erről lesz okozva egy kicsit. Ezen túlmenően nyilázáró, szigetelt nyilázáró csere, külső hőszigetelés és a fűtési rendszer korszerűsítése történne meg. A fűtési rendszer korszerűsítése azon túl, hogy azt jelenti, hogy a radiátorok egyedileg szabályozhatókká válnak, még a három használati mód eltérő szabályozását is lehetővé teszi, tehát vasárnap, szombat-vasárnap, amikor nincs se iskola, se hivatal, csak tornaterem, akkor csak a tornaterem fűtése működjön. Ha iskolai szünet van és nincsenek az iskolában, meg a tornateremben, akkor csak a polgármesteri hivatalt fűtse a rendszer, és tehát szabályozható, lényegesen szabályozható, és nyilván külső, belső hőmérséklet szabályos rendszer épülne meg ebből a pénzből. Mindenképpen úgy gondolom, hogy szükséges és hasznos, és megtérülne, főleg ilyen támogatás mellett. És ehhez kapcsolódóan négy megbízási szerződés vonatkozóan kérnék felhatalmazást, illetve az egész menetről még annyit elmondanék, hogy most a pályázat azon része következik, hogy el kell készíteni a kiviteli terveket. A kiviteli tervekre kell nyilván megbízási szerződést adni arra alkalmas cégnek. Hogyha a kiviteli tervek elkészülnek, akkor lehet elkészíteni a közbeszerzési kiírást, amely nem nyílt közbeszerzés keretében, mivel a közbeszerzési keretösszeg összevont közbeszerzés összeszámítással együtt 150 millióra növekedett, ezért nem kell nyílt közbeszerzést tartani, hanem meghívásos, de nyilván a közbeszerzési eljárást le kell bonyolítani, ezért kell egy meghatalmazást adni a közbeszerzés elvégzésére, illetve a projekt során a műszaki ellenőrzést el kell végezni a negyedik, és a nyilvánosságot mindezekben a projektekben általában szokás, egy arra jogosult és arra alkalmas céggel el kell végeztetni ez a negyedik szerződés gyakorlatilag, amit el kell végezni, és gyakorlatilag csak utána indul fel még a beruházás majd a közbeszerzés után.
A ütemezés szerint február 15-ig kellene elkészülni a kiviteli terveknek a megnevezési szerződés szerint. Ezt követően készítik el a közbeszerzési szakember a felhívást, amely ilyet a mi közbeszerzési bizottságunk átnéz, véleményez az értékelési szempontokat, kiegészíti vagy meghatározza, és utána küldjük ki azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak, akiknek mi gondoljuk, minimum három cégnek kell árajánlatot adnia. Tehát ezeket is mi válasszuk ki. Nyilván itt a tervezők és a pályázatírók ajánlatot tettek arra, hogy kikkel dolgoztak együtt eddig, és kikkel van olyan együttműködés, ami biztosítja, hogy zavartalan és megfelelő munkát végezzenek. És akkor áprilisban lebonyolódna a közbeszerzés, és május 15-ével már szerződést lehetne kötni. És október 1-re vagy október 15-re gondoljuk, hogy a beruházás be is fejeződhetne. És akkor a megbízási szerződések. A Optimum Term Kft. Az, amely a pályázatunkat készítette, és ajánlatot is tett valamennyi megbízási valamennyi az előbb említett feladatok elvégzésére. Én javaslom, hogy őket bízzuk meg, hiszen azért nagy érdemük van abban, hogy ez a pályázat eredményes lehet. Egyrészt a menedzsment feladatok elvégzésére, projektmenedzsment feladatok, pénzügyi felügyelet, monitoring, adminisztrációs feladatok, projekt külső képviselete, pályázat pénzügyi elszámolása, támogatási összefejlesztésével való közreműködés az egyik megbízási szerződés. A másik a nyilvánosságra vonatkozó C-típusú tájékoztatótábla, D-típusú tájékoztatótábla, fotodokumentáció készítése, sajtóközlemények fogalmazása és gyűjtése. Épületgépészeti kiviteli tervek készítése, építészeti kiviteli tervek készítése, statikai vizsgálatok és a műszaki ellenőrzésre vonatkozó feladatok. Ez a négy megbízási keretösszeget nem mondtam. A műszaki ellenőrzésre vonatkozóan 1.140.000 forint plusz áfa. A nyilvánosságra vonatkozóan 380.000 forint plusz áfa. Nem az a, bocsánat, az a tervekre vonatkozik. A nyilvánosságra 160.000 forint plusz áfa. És a projektmenedzsmenti feladatokra 1.520.000 forint plusz áfa díj. Van-e kérdés ezekkel kapcsolatban? Ezek benne vannak a beruházás. Igen, ezek a pályázat költségeibe visszatérhető. Támogatások 85%-uk. Igen. Minden költségnek a 85%-uk. Tehát az előkészítési költségek, lebonítási költség, műszaki ellenőrzés. 3.000 forint körül. De összeadom ezek a tételeknek, de elszámolom. Ezek a beruházás pályázatban 85% ugyanúgy. Igen. A közbeszerzés a hódítására meg bíznánk valakit, vagy? A Optimum Term. Az az összeg is elszámolható? Igen. Mert azt gondoltam, hogy ezt igazából, mivel ez egy egyszerűsített közbeszerzési eljárás. Hát ugye szinte ugyanazok a feltételek, mint a nyílt közbeszerzésnek. Tehát a beküldés, megjelentetés, díja ugyanannyi, mint a nyílt eljárásnak. Na csak azért mondom, hogy olyanban annyiban talán egyszerűbb, hogy ezt az eddigi tapasztalatok alapján lehet, hogy akár a jegyző úrral el tudtátok volna látni, de igazából elszámolható a költségek, hogy kizárt? Kizárt. Tényleg. Teljesen új beszerzési szabályzat van, ami már első járvóban is változott, bizonyos értékhatárban. Azt már megnéztem, hogy az értékhatárban a 150 millióra növekedett, tavaly még 80 volt. Ugye azért kellett nyílt, mert a közöbb összeszámítás miatt már értik a 80 milliót. Most például nem meg tudnánk csinálni simán egyszerű eljárással. Hát változnak a dolgok ilyen. Nos, mindig egyszerűsítünk. Nem sikerül.
elfogadható akkor a négy, aki egyetért, az kérem jelentbe. Köszönöm szépen. És reméljük, hogy sikerül akkor minden jelentbeztet belőle, elvégezni. A műszaki jelentői személyéről majd aztán később döntünk. A mezei TV. Ugye egy van, ő nekül a gépészeti, a Badura József, a mi részünkről pedig a mezei Tibor. Temetőfejlesztési terve vonatkozóan, ugye korábban kértünk ajánlatokat, és a gazdasági bizottsági ülésen tudtattuk azt, hogy milyen feladatokat gondolunk megterveztetni. Egy temetőfejlesztési terv keretében a temető ravatolózójának a felújítása, a bejárati oldalon, tehát ezen a falusi oldalon kerítésépítés, előre gyártott betonelemekből, a nagykapu újjáépítése, a személybejáró felújítása, a szemét elhelyezés megoldása, urnafal építése és a temető előtti parkoló létesítése szerepelne, és a projektben még tervszinten a belső utálózat és közvilágítás kiépítése is szerepel. Három ajánlat volt, és abból a legolcsóbbat választottuk, a kis tervező Kft-t, a Bercsényi Pál Győri tervező. Holnap fog jönni hozzám, és holnap tudjuk részletekben megbeszélni, hogy mi van, de akkor ezzel kérem felhatalmazást, hogy aláírjuk a megállapodást. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Aki egyetért, kérem a megszállítást. Helyi építési szabályzat, helyi védelemről szóló rendeletek módosítása. Ennek a előbb említett pályázatnak a kapcsán a kivételi tervek előzetes egyeztetése során derült ki, hogy mi nagyon jó visszajövően a rendezési tervben, helyi építési szabályzatban és a védelmi épületekről szóló rendeletünkben kisebb hibákat vétettünk. Mégpedig úgy fogalmaztunk a helyi építési szabályzatban is, és a rendeletünkben is, hogy így a védett épület, nem hol vagy, valahol befirkáltam. Igen. Hogy védett épület, helyi védelemet vont épületek, polgármester, hivatal és általános iskola, főút 10-12, 54-56 helyenrajzi szám. Így fogalmaztuk meg. Ugye ebből a szakember, az építészek azonnal rájöttek, hogy a 54-56-os helyenrajzi számon rajta van a tornaterem, tornacsarnok, meg rajta van a politechnikai műhely, amit tehát nem akartunk védeni, nyilvánvaló, hogy arra nem terjed ki a védelem. Tehát ez mindenképpen szükséges pontosítani, hogy a polgármesteri és általános iskola fő 10-12 fő épülete tornacsarnok és politechnikai műhely kivételével. Ez az egyik pontosítás. Ugyanakkor ezekben a védendő paragrafusokban megfogalmaztuk, hogy a védett épületeknél csak fa szerkezetű nyilánzárok alkalmazandók, ami véleményem szerint a mai világban egy kicsit túlzott, egyrészt lényegesen drágább, mint a műanyagablak, másrészt a műanyagablakkal is ugyanazt a osztást, ugyanazt a formát meg tudják csinálni, mint fa nyilánzáró szerkezetekkel. És ezért célszerű lenne ezt ebből a részből kivenni, ugyancsak ez vonatkozik az épületek, ez a utcafrontra is vonatkozik, tehát a főutcai utcafrontra, és egy másik paragrafus helyen szintén az szerepel az épületeknél, hogy a nyílásosztás, nyílászárok az eredetivel megegyező anyagú, nagyságú, osztású, profilúzású és szelvény méretű nyílászárok legyenek, amelyek az eredeti tengértávolságra vannak egymástól, külső redőnyszekrény nem alkalmazható. És ebből is a megegyező anyagot ki kéne venni, a többi maradna, hogy nagysága, osztása, profilozása, elhelyezkedése mérben, csak az anyaga, mert abból rögtön az következik, hogy fa, tehát az a most jelen pillanatban. Tehát azt ki kell venni. Tehát három ponton módosítanánk egyrészt a helyi építési szabályzatot, és mivel a helyi rendeletünkben ugyanez gyakorlatilag belekerül, vagy nem kerül bele. Ja, de itt ebben viszont már csak az épületre vonatkozó részt kell módosítani,
hogy polgármesteri hivatal és általános iskola főépülete, ezt csak a mellékletet kell módosítani. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Annyi lenne, hogy mire műanyag ablakból megcsinálják ezeket az ablakokat olyan profillal, meg olyan osztással, minden lehet annyival, ez mint egy fal, nem? Az a fal legalább háromszor annyi gyerekek. Hogy ne? Ami minőségben is, hogy nem. Az legalább háromszor. Az is vetemedik, ugye, úgyhogy rosszabb. Én még azt is próbáltam, hogy ilyen főleg a, itt fő, a fő a utcai ablakoknál lényeges ez a dolog, hogy ilyen geréptokos ablakok, hogy esetleg csak a szárnyakat lecseréljük, mert a geréptok marad, de nem tudják belerakni a kettes vagy a hármas szigetén, és kéne ma már minimum nem lehet azokba a szárnyakba belerakni, tehát az egészet ki kell cserélni. Szerintem ugyanazt csinálja most a Magyaróvár is, mert a Kolozsony utcai épület az ugyanúgy védett épület volt, és náluk is minden műanyag ablakkal lett. Most már náluk elenged időnök, hogy nem a védjének. Jó, hogy ez időben szemelé került, és... Utolsó pillanatban ott derült ki, mert a tervezők már voltak egyeztetni a építési hatóságnál, és rögtön mondta, hogy ácsi, nem úgy van az. Akkor egyetért a testületek, akkor az egyik módosítás a helyi építési szabályzatnak a, ugye mondom, hányos paragrafusra és bekezdése. 9. paragrafus második bekezdés, utolsó, a fanyilázáró szerkezet, azt kihúzunk belőle. Illetve ugyanezen paragrafus harmadik bekezdésében pontosítjuk, hogy a főépületre vonatkozik a védelem, és a ugyanezen paragrafus 9. hatodik bekezdésében pedig a anyagot kiveszünk belőle. Aki ezzel a módosítással egyetért, megállt ez a mellékletében is. Ennek is van melléklete? Nincs. Jó, hál' Istennek, nincs. Jó. És ezt már ugye módosítottuk kétszer, most ez lesz a harmadik módosítása akkor. Aki ezzel egyetért, kérdezem, köszönöm szépen. És akkor a helyi védelemről szóló rendeletnek csak a mellékletében módosítanánk, hogy a főépületről van szó. Aki ezzel egyetért, kérem, emeljük fel a kezét. Köszönöm szépen. Tájékoztatók. A képviselők megkapták a vagyonnyilatkozat nyomtatványokat. Január 31-ig kell a vagyonnyilatkozatot benyújtani a titkárságon, az átvételi elismerény alapján átveszi, őket kérik ezt betartani. Illetve azok a képviselők, akik nem voltak itt és nem nyilatkoztak a idei tiszteletdíj felvételéről, vagy nem felvételéről, azok kérem, hogy tegyék meg, aztán te nem volt meg, valaki nem adta le, pedig itt volt. Nem adtam papírban. Jó. És aki pedig nem rendelkezett még, de azt hiszem, hogy mindenki rendelkezett. Nem adott tudok, nem volt itt, meg most sincs itt, még nem rendelkezett. Neki kérem még. És akkor a tájékoztató fogorvosi ellátása a gazdasági bizottság ülésen már említettem. Itt a lakosság részére mondom, hogy még februárban is a Moson-Magyaróvár Jókai út 7 szám alatt történik a levélek fogorvosi alapellátása, és csak március 1-től várható az előtt tárgyaltak alapján, hogy Hegyeshalomba kell majd ezeket megoldani. Ez nyilván újabb költségbe került nekünk, hogy nem tudtuk előkészíteni, nem a meggyőződésem, nem a minivágunk, de mindegy. Újabb egyhavi bérleti díj és működési engedély módosításba került ez nekünk. És akkor azt hiszem, hogy én mindent végigvettem, egyedül a Tomi Magyarsanál, hogy a napirend előtt ilyet elmondja a napirend után. Nekem még utána is van egy a programterv. Jó. Akkor kezdem az elsővel. Egy nemzetközi ifjúsági programról, projektről szeretnék szólni. A gyermek önkormányzatunk az tagja az Országos Szövetségnek, vagy IÖT-nek, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaságok Országos Szövetsége, most nem mondtam teljesen pontosan a nevét, de a lényeg az, hogy ez a szövetség, ez azzal is foglalkozik, hogy különböző nemzetközi programokra próbálja a fiatalokat elvinni, illetve próbálja
ugye őket eljuttatni különböző helyekre, különböző programokra. Ők kerestek meg bennünket, méghozzá az egyik ilyen szervező srác keresett meg bennünket, hogy van egy pályázat, egy olyan program lehetőség, amelyen keresztül több országban szeretnék az ifjúság, a fiatalokat és önkormányzatokat is összefogni, és arról beszélgetni, arról tervezgetni, hogy mindjárt mondom, csak teljesen konkrétan mondjam a határozottan a szövegemet. Tehát, hogy a fiatalok érdekérvényesítését hogyan lehet legjobban megoldani az egyes településeken. A cél az, hogy a felnőtt önkormányzatok és az itt fiatalság, akár ifjúsági önkormányzatok, gyermekönkormányzatok, vagy bármilyen fiatal szervezet, vagy maguk a fiatalok, valamilyen formában egy bizonyos időszakon keresztül beszélgessenek erről, tárgyaljanak erről, találjanak ki ötleteket, terveket arra, hogy hogyan lehet az fiatalok érdekérvényesítését jobban megoldani az egyes országokban, az egyes településeken. Na most ugye ez, mivel ugye ebben önkormányzatokat is bele kell vonni ebbe a programba, az nem megoldható, hogy mondjuk azt mondják, hogy egy gyerek jön Kecskemétről, egy Budapestről, egy Szegedről, egy innen, egy onnan, egy ahonnan, mondjuk összejön 10-15 fiatal, plusz bele vannak egy önkormányzatok, mert ez így kivitelezhetetlen, hanem ezt úgy érdemes megcsinálni, hogy olyan helyen, ahol van valamilyen civil szervezet, és az önkormányzattal is valamilyen kapcsolatban vagy jó kapcsolatban van, ők próbáljanak ebben a programban részt venni. Ezért gondoltak ránk, mert ugye nálunk a gyermekönkormányzat működik, bizonyos szempontból az önkormányzattal is kapcsolatban van, illetve az önkormányzat elismeri a gyermekönkormányzat létét. A lényeg, hogy egészen konkrét legyen. Három részből áll ez a program, amelynek az első része az 2012. májusban indul és szeptemberig tart, ez egy ilyen előkészítő szakasz. El is mondom, tehát ebben a szakaszban a fő feladat honlap, logó, arculat megtervezése a partnerekről, tehát akik majd az országokban a partnerek lesznek egymással, információk és elérhetőségek megjelenítése a honlapon, európai program arculatának a hirdetése és a csoportok megalapítása országunként. Tehát ez lenne az első rész, amikor mondjuk itt nálunk megalakulna a csoport, tehát az önkormányzat és a gyerekönkormányzat fölvenni egymással a kapcsolatot. Szeptemberben 4 napra 3 éjszakára két fiatal és egy képviselő az önkormányzattól Olaszországban találkozni egy felkészítő tréningre, és itt beszélnék meg az egyes országokból érkező fiatalok és felnőttek az, hogy akkor hogy is fognak a következő egy évben dolgozni. Ez lenne szeptemberben, ezután következne a megvalósítási része a dolognak, amely 6 hónapos munkát jelent, de nem kell tőle megérni, tehát nem olyan komoly ez, hogy napi munkáról lenne szó, mindjárt mondom is, hogy miről van szó. Ez a kvázi munkával eltöntendő szakasz. Az első 4 hónapban a fiataloknak és az önkormányzatnak közösen kell megfogalmaznia, mi az érdekképviselet, mit jelent ez számukra. Ezt dokumentálni kell olyan módon, hogy egy beszámolót kell írni, amit megbeszélnek és meghatároznak az érdekképviselettel kapcsolatban. Semmi nehéz vagy komoly, írja a srác. Havonta egy találkozót kell tartani minimum. Az első 4 hónapban egy facilitátor jelenlétében az azt jelenti, hogy én is részt vennék egyszer-kétszer, tehát jönne valaki, aki ebbe bizonyos módon segít. Az utolsó 2 hónapban pedig, ami már jövő év márciusa, tehát 2013 márciusa, egy 10 napos találkozóban Olaszországban, ahol már több fiatal és több képviselő menne el ezzel a programmal kapcsolatos találkozóra. A harmadik része ennek a programnak egy újabb 4 hónap 2013 áprilisától júliusig, amely a projekt lezárásának az időszaka, anyagok összekészítése, összegzése, fényképek elhelyezése, dokumentálása, stb. Ez lenne a vége és egy kis tanulmány készítése közösen. Erre meghatározott munkamódszerek és feladatok is vannak, úgymond, mint például kommunikálni a pályázó szervezettel, a többi partnerrel is akár. Tehát ez végül is egy 14 hónapos projekt, amiből az akció, azaz a tényleges nagyobb munka, körülbelül 7 hónap. Ez alatt kell majd eljutni ugye erre a szintre, tehát a megbeszélések szintjére. Akármennyire is sok idő a programra, nem kell nagy falatnak venni, inkább csak belekóstolni valamiben. A 7 hónapból az elején inkább együtt gondolkodás,
szól, majd a srácok Olaszországban eldöntik, hogy hogyan érdemes tovább menni. Egyszerűen úgy kell elképzelni, mint egy hosszú távú tanulmányi verseny, ahol mindig küldenek különböző feladatokat, hogy miket kell megcsinálni, csak nem verseny. Tehát ezt ma éppen beszéltem telefonon a fiúval, hogy akkor most már szóba is megbeszéljük ezt. Úgy kell elképzelni, mint egy társas játékot, hogy mindig húzva egy lapot, és arra rá van írva, hogy most mi a feladat. Tehát ők bizonyos szem, tehát akik az egészet szervezik, küldenek bizonyos instrukciókat, hogy hogyan dolgozzanak, és helyben kell dolgozni. Itt ezzel, és hát ugye én ennek azért gondolom, hogy lehet, hogy bele kéne vágni, mert egyrészt pályázat, tehát még az áprilisban fog eldőlni, semmi sem biztos, akkor működik az egész, ha egyáltalán a pályázat nyer. A gyermek és ifjúsági önkormányzati társaság, az az országos szövetség maximálisan segítséget nyújt nekünk ebben. A gyerekekkel is beszéltem, ők is azt gondolják, hogy ebbe bele kéne vágni, és ebből több, egyrészt ugye olaszországi út, ismerkedés más fiatalokkal, illetve az önkormányzat ismerkedhet más önkormányzatokkal, ez már egy pozitívum, de aminek én még nagyobb pozitívumát látom, ugye idén 20 éves a gyermek önkormányzatunk, semmi gondunk nem volt, nagy gondunk soha nem volt egymással a felnőtt önkormányzatnak, vagy a gyermek önkormányzatnak sem, de azt is meg kell mondani, hogy azért voltunk ennél szorosabb kapcsolatban is, mint amilyenben most vagyunk. Gyakorlatilag most én vagyok a kapocsa a felnőtt és a gyermek önkormányzat között, miközben volt ez azért régen ennél szorosabb is, és én arra gondoltam, hogy ha ez pályázatként összejön, és ennek ezt úgymond muszájból is meg kéne csinálnunk, akkor bizonyos szempontból közelebb kerülhetne a két társaság egymáshoz. Én azt úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk az önkormányzat egy-két embert kijelöl, vagy önként jelentkezési alapon valaki azt mondja, hogy én ebben beszállok, és akkor havonta, hetente egyszer összeülni a fiatalokkal, beszélgetni arról, hogy mit gondolnak, hogy gondolják, mit lehetne csinálni, stb. Azok alapján, az instrukciók alapján, amiket erre majd kapunk, vagy amit kitalál a társaság egy elvileg Olaszországban szeptemberben. Tehát ez mindenképpen én hasznosnak tartanám, akkor is hasznosnak tartanám, hogyha ez a pályázat nem lenne, hogy összeüljünk a fiatalokkal egy kicsit beszélgetni, de így meg egy picit összönözve is lennénk a dologra. Egyrészt mert hogy a pályázat előírja, másrészt meg, hogy az olaszországi tíznapos út biztos, hogy mindenki több embert érdekelne. Akkor még beszéljünk, mert gondolom, hogy az első kérdés a pénzügyi dolog lesz. Itt gyakorlatilag az igazán a nagy költséget azt az utazás jelenteni Olaszországban. Azt mondja a Gulyás Barnalás, különben ez a fiatal ember, aki most éppen nem az elnöke a szövetségnek, de az volt, azt mondja, hogy most pontosan nem tudja, hogy hogyan változtak most a helyzetek. Ezek úgy szokott lenni, hogy 70-30, 85-25 vagy 80-20, jó mondtam, nem, 75-25 vagy 80-20 százalékos finanszírozás, tehát 70-80%-ig szoktak adni támogatást erre a dologra, és a maradékot kell finanszírozni. Ez így szokott lenni, ugye a helyi munkának gyakorlatilag az a papírmennyiség, amit meg kell csinálni, az a helyi költség, amely költség lenne, hogyha nem csinálnánk semmit, akkor is, mert a papírmunka, akkor is papírmunka. Erről van szó, én azért kérdezem ezt, mert hogy ugye itt az önkormányzatot is bele kell vonni, és az önkormányzatnak effektíve alá kell írni egy nyilatkozatot, hogy akkor mi ezt úgy gondoljuk, hogy ebbe belevágunk. Azt üzeni még a Barnabás, hogy nem kell tőle megijedni, mert mivel ezek ifjúsági programok, ez nem olyan, mint egy Európai Uniós pályázat, hogy véresen komolyan úgy kell vigyázba állni, ahogy le van írva. Persze, hogy szerződés, meg előszerződés, stb., de mivel ifjúsági program, ezek sokkal lazábbak, mint a felnőtt programok, tehát azért itt azért nem kell annyira tartani tőle, de hát attól függetlenül biztos, hogy lenne vele munka, de én azt gondolom, hogy ez így talán kivitelezhető. És az a kérdésem, hogy mit szól hozzá az önkormányzat, illetve hogy egyáltalán bólítsunk erre aztán, hogyha nyer a pályázat, akkor ez ügyben úgyis tovább kell még ezt már erről beszélgetni. Meg akkor úgyis meg fogom kérni a Lóhut, hogy jöjjön el, aztán mondja el, hogy erről is van szó. Kérdés észrevétel. Igen. Mennyi a 100%? Nem tudjuk.
Mármi? Semmi. Ja, hogy ez a költség. Körülbelül milyen költség? Nem tudom, mibe kerül eljutni Olaszországba. Ja, és még egy... Nem tudom, kiszervezi, ezért kérdezem, hogy lehet ez egy nagy átverés is, mert lehet ez a 30%. Hát ugye, persze, bár... Ja, hát érted, hogy minek a 30%-a, szóval azért olyanba sem menjünk bele, amilyen ideális dolog, annak ellenére, hogy ennek a jó oldalát kell nézni. Persze, egyetlen, nem tudok, erre sajnos nem tudok. Nem, hogy ezzel csak a szervező járjon jól. Hát én nem gondolnám, hogy ebben azért vagyok nyugodt ebből a szempontból, mert ezek a srácok rendszeresen küldik nekünk a különböző programokat, nemzetközi programokat, és nem egyet megcsináltak már. És én tudom, hogy ha ők azt mondják, hogy ez jónak tűnik, akkor ez biztos, tehát hogy ez direkt minket ezért jött fel. Tehát ő keresett meg minket elsőre, hogy ő úgy gondolta, hogy ez nekünk jó lenne, mert hogy itt az önkormányzat jut a gyerek. Ezért, első kérdésem az volt, mondtam, hogy én egyáltalán nem tudok angolul, és a gyerekek is, hát tudom, hogy van egy-kettő, aki pötyög azért, meg tanulnak is angolul, meg lehet, hogy biztos, hogy jobban tudnak, mint én, de hát azért nem vagyunk annyira angolban otthon. Azt mondta, hogy mindegyik csoportnak pályáznak tolmácsot is, illetve tervezik, hogy pályáznak ilyen angol előkészítőt minden csoportnak. Tehát, hogyha ez összejönne, és az is bejön a pályázatba, hogyha sikerül, akkor lesz egy ilyen kis gyors talpaló angol is még azoknak, akik kimennek. És ezt hány gyerget érint el a legérdekében? Ez eméről, ahogy én itt a pályázatra néztem, 10-16 fiatalról van szó, akik ugye abban a csoportban benne lennének. Na most ez, hogy az utazókban, nem tudom, hát ez attól függ, hogy itt ugye az első körben két fiatal, egy felnőttről van szó, a második körben már ott már több fiatal és képviselő jelenlétével van ez a program. De most azon kívül, hogy itt a végső településen belül gyakorlatilag bármennyi lehet. Nos, ha támogatjuk és valami irreális összeg jön ki magára erre az egész dologra, akkor vissza tudunk lépni, vagy mi hogyan lehet? Hogy csatlakozzunk, hogy nem tudjuk, mire kell? Erre gondoltam, hogy eddig. Jó, akkor... A pénzügyi része mindenképpen. Ötletnek nem rossz az egész, mert jó dolog, csak tényleg, tehát a kivitelezés az még. Ez csak az eset. Jó. Én ennek utána járok még, azért nem tudom most elérni a srácot, mert éppen vizsgázik, meg szigorlatozik, meg minden van egész nap, de én mindenképpen beszélek vele ez ügyben, egyedül azért sürgős egy kicsit a dolog, mert ez január 25-ig alá kell írni a szándéknyilatkozatot, úgyhogy én még ezúttal futok egy kört vele, és majd akkor mindenkinek mondom, valahogy majd mondani fogom, jó? Én azt hiszem, hogyha most én egy szándéknyilatkozatot aláírom, hogy elfogadunk azzal, nem, ez egy 5% támogatási szerződés, mert csak hogy 5% szerződés később lenne, adjuk a lehetőséget, hogy ki legyen dolgozva, és akkor látjuk majd talán a költségeket is. Akkor egyetért az önkormányzat azzal, hogy kifejezzük azt a szándékunkat, hogy részt kívánunk venni benne, de a költségek is. Részletek ismeretében. Jó. Egyetért. Döntjük végre. Egyetért. Igen. Akkor valamit adnálom még a szó egy percre. Köszönöm. Hoztam egy... Úgy írál, hogy ugye programtervezünk, és az önkormányzatnak el kell dönteni az évi programtervben a saját részét. Azért összeírtam azt, amit úgy általában szokott lenni. Hogyha valami, ez csak te, azért nem adok belőle. Ez csak te. Át is futunk rajta. Azt mondja, hogy gondolom, március 15-i dolog az maradhat. Ugye 14-én szoktuk a fákjás vonulást, és 15-én van a általában a kultúrban a gyerekönkormányzat programja, amikor ilyen mindenféle március 15-i programok vannak. Gondolom, ez nem kell, hogy változzon, ugye? Leírtam a pihenőnapokat és munkanapokat is. Azért mondom, hogy hogyan mondjak a program. Már egy első hét fogok menni. Tehát akkor itt április 21, 20 péntek, 21 szombat körül.
Az jó. Igen. És még barát a szerződék, ez valamit munka. Jó, lesz az? Legyen. 20, április 20, 21, 22. Aha. De akkor még a rekultívnál lefoglalom ezt az időpontot, és akkor fix. Jó. Azok valaki meg nem. 20, 21, 22? 20, 21, 22. A péntek szombatosan. Hát úgy szabad lenni. Mivel úgyis munkának. Jó. Jó. Nem írtam be, mert még nem teljesen biztos a dolog. Ugye idén 20 éves a gyerekőkormányzat, beszélgettünk a srácokkal, hogy mikor ünnepeljük meg a 20 évet. Hát arra gondoltunk, hogy ugye a hosszú hétvégé és a május 1-e előtti hétvége lehet, hogy akkor ott tartanánk a szombaton egy ilyen 20 éves jubileumot, és akkor a majális megélhessén. A majális időpontot gondolom nem kell állítani, mert az ott mert jó szokott lenni, nem nagyon gondolnám, hogy most azért, mert mondjuk keddi nap, hogy ha mondjuk mi előző napra tennénk, akkor nagyon sokan éjjel ott maradnának. Nem szoktak olyan sokan ott bulizni akkor se, hogyha a szombatra esik rá. Én azt gondolom, hogy a majális az maradjon majálisnak, mármint hogy május 1-ének. Beírtam a júniusra, plusz ma még beírtam a balagást, mert úgy tudom, hogy szombat lesz a 16-a, így van. Azt beírtam, hogy az akkor már biztos nekünk, és akkor a László napi búcsú az meg 24-e vasárnap. Augusztus 20 az hétfőre esik, államint alapító István király ünnepe, ami nekünk eddig a falunap volt, ezt nem tudom, hogy ezen gondolkodjunk, ne. Én kérdőjellel írtam be, hogy falunap, mert ugye volt róla szó, hogy maradjon-e ez a falunap, vagy ne legyen ez a falunap. Nem tudom, hogy a képviselő gondolkodtak-e már ezen, vagy van-e valamilyen elképzelése valakinek ez ügyben. Egy kicsit félő nekem az, hogy hétfő, a 20-a, azt el tudom képzelni, hogy 19 vasárnapra tesszük. Korábban nem tenném, mert ugyanúgy az előző szombat ugyanúgy tele lesz programokkal, mint hogyha. Igen. Tehát csak sok értelmét nem látom, vagy egy nappal, vagy 19-ére átadni, vagy hagyni erre, vagy egy teljesen más napot a falunapnak kitalálni, nem tudom. De teljesen más napra én csak valamelyik búcsúra tudnék gondolni, hogy ötletnek semmi másra. De lehet, ez nem még. Illetve hát el kéne döntenünk már. Ez ügyben mi legyen? Inkább 19 akkor. Évvén akkor a traktor kiállítás is, az is akkor kerül lenne úgyis. De hétfő nem mi volt biztos, mert mire gondolsz rá, tudod? Persze, szombat vagy vasárnap. Szombat vagy vasárnap. És hogyha úgy hoz... Ja. Sőt, lehetne szombaton is, akkor még vasárnap vissza tudnának pakolni. Meg a hétfő szabad úgy is. Az a bajom a szombattal, hogy... Lehet, hogy munkanap. Az nem a munkanap miatt, hanem az biztos, hogy csurik lesz. Ott lesz a legtöbb program. Mivel hogy szombat. És mivel a 20. előtti szombat. Még az a problémák, hogy mindenhol sok a program. Uh-huh. Elég is augusztus 20-a oda. Maradnék a vasárnap, viszont 19-1. És akkor legyen a traktor is? Uh-huh. Meg minden egybe a falunak. Tehát gyakorlatilag a falunak. És 20-án akkor már semmi. Így, semmi. Meg mindenki tűzijáték. Azért kérdezem, hogy mi lesz. Hát ezt még majd egy Nem hiszem, hogy mert kérdés most valószínű, hogy hát még több traktort fognak hozni, több jön, és akkor annak visszapakolására nem kell egy nap. Úgyhogy lehet, hogy maga a traktor lenne szombaton, és vasárnap a falunak. De úgyis sok volt ez egy kicsit. Két nap, meg még több. Én napat még több. Én nem is arra mondtam, hogy... Vagy az van, hogy én nekem... Nem tudom. Ugye ez lehet az egyik megoldás, hogy egyik nap traktor mondjuk. Koradélutánig, bár az ugye nem tartaná egész nap, az ilyen koradélutánig tartó program, és akkor másnap falunak. Vagy az van, hogy egyben van az egész, vagy az van, hogy külön van teljesen bár hetekkel ügyszer eltolva. Biztos, hogy több látogató. Ez nem egy ilyen napra menne, amikor mindenhol rendezvény van. Szóval egymás után vagy egy nap legyen, vagy ne egymás után, mert ha mondjuk 18-19, akkor a második nap úgy elnaposodik, hogy ott ember sem beszél. A 18-án észre.
még utána 20-án mindenki mehet, megvan a 19-re. Egyébként volt egy ötlet, hogy nálunk regesen voltunk, beszéltünk, hogy lehet, hogy ezt teljesen külön kéne kezelni, a traktorolókra annyira kinövi már magát, annyira népszerű lenni, külön is lehet ezt szerkezni. Hát igen, ezért mondjuk meg azért Attilának, hogy ő mit mond erre. Kérdezünk rá inkább. Jó, hát azért kérdezem, miért vagy? Akkor viszont a falunapok a lásztónak úgy hozként lenni. A traktor kiállítással? Nem. Traktor kiállítása majd augusztus, akkor csak az volna. És akkor végül is az egyéb olyan augusztusi szakítához köthető programok ott lennének? Hát annak keretében meg lehet emlékezni, az új kenyérről kötődik a mezőgazdasághoz, más nem kell. Ez is megyőséget is át lehet adni, de akár lehet változtatni időponton is. Csak ez sok volt együtt, az biztos, hogy nem volt. Igen. Biztos. Én is azt mondtam, hogy úgy éreztem. Ja, meg főleg azt mondom, hogy nagyon sokan jönnének, csak azt mondják, most augusztus 20-án eleve, ugye majdnem minden faluban rendezvény most. A környékben biztos, hogy nagyon sok ember sokan jöttek volna. Annak ellenére ezzel... Ennek ellen sokan nem voltam, mert azt mondja, nálam nincs ünnepség. Akkor most fordítva beszélünk át. Mert eddig azt mondtuk, hogy maradjon 20-a körül a traktor. Most meg azt mondjátok, hogy sokan jönnek a traktorra, hanem 20-án lenne. Hát a 19-én. Vagy 18. Hát akkor fogyatásra program lesz akkor is, 20-ra körül. Értitek, hogy van olyan? Tehát az már ott, hogy 18, 19 vagy 20, az ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy más itt is elég. Hogy csodik leszünk Óváron, Rajkán, Vezenyén, Levélen. Egy vagy azok is minden lehet, mindenhol program lesz, tehát biztos. Tehát vagy azt mondjuk, hogy akkor a traktor teljesen eltesszük augusztus elejére, júliusra, mit tudom én, szeptember, nem tudom, hogy hova, vagy marad a 20-a és a falunap alatt. Akkor maradjon, akkor meg kell beszélni Attilával, a falunak maradjon meg a új kenyér ünnepe augusztus 20-a körülre, vagy 19-re, ha az új is csak a falunak az ünnepe, akkor a traktort meg nem tudom akkor elég. De valamelyik búcsú, és tényleg egy nagy számú búcsú lennélen újra, mert... Akkor máshonnan is jönnének, tudod, akkor nem 20-a lesz máshol, hanem mit tudom én. 24, vagy ez csak kérdés. Vagy a kis búcsú. Ez valószínű, hogy akkor ugyanúgy mutatványosokat mindenkit vonzana ide, mert tudja, hogy várhatóan tömeg lesz, vagy lesz akkor azt lehetne, ha azt csinálnánk ez ügyben, hogy mondjuk a testületből két ember, meg én, vagy az Oli, meg egy valaki még, meg én, meg az Attila leülünk is. Ez. A részét megveszik, a többi az elvileg marad, csak ezt a részét, hogy ez hogyan legyen, mert tényleg bár én még mindig nem tartom soknak egy falunapra, különben egyáltalán nem tartottam soknak ezt, hogy traktor is, meg falunap is, mert gyakorlatilag nagy nyüzsgés volt, de mindegy. Én nem vagyok semminek az ellen, de lehet az még két nagy program. Abban a szempontból mondjuk, hogy a traktor más jellegű, és valószínűleg nagyobb hely kell, és lehet, hogy máshol is kell egy idő után megcsinálni, meg másképpen, ebben is, ez is igaz. Azt akarjuk, hogy még kinőjük magát, vagy jobban kinőjön magát, akkor lehet, hogy ezt külön dolgokra kell tenni, de akkor nem lehet egy héten belül a falunappal, mert annak meg sem értelme. Egy héten belül két nagy lenne, ez vég. Az nagyon sok munka és rengeteg pénz. Két búcsúzára feltadná egy kicsit. Én el tudom képzelni, hogy júniusban, ha akkor a falunapok jönni. Az a kérdés, hogy ez pont aratás körül van. Kezdetén. Vagy még nem. Hát, már az előre van egy-két nap, vagy két nap. Én csak értem, azért mondom ezt a szakemberekkel is. Adi már hogy tárgyalti már osztrákokkal, mert még egy másik csoporttal is tárgyalti. Én meg a traktort hagynám most 19-én, és a falunapot adnám a búcsúra. Azért mondom, hogy... De nekem... Azért meg kell beszélni. Beszélj Attilával, meg kell beszélni, hogy mit javasol. Jó, csak azért a falunapot viszont úgy kéne eldöntenünk, mert nem kéne a falunappal se ugrálni minden évben máshova. Tehát most idáig augusztus 20-a volt, x éven keresztül. Illetve most nevezzük utolsó pár éve falunapnak, mert előtte végül is nem hívtuk falunapot. De mert még olyan még sosem döntött el a Levél önkormányzat, mióta én itt vagyok, hogy ez a falunap. Tehát ilyen még nem volt. Maradt így, jó idő végett a
Nincs is, hanem olyan lehet, hogy nem is kell nekünk falunapnak hívni, szerintem mi is mindenhol falunap van. Csak... Nem ragaszkodom én a falunap elnevezéshez egyáltalán, mert azt gondolom, hogy már minden falunap és minden fesztivál, ha kiraknak három üveg sört, az már sört fesztivál, szóval... Kapja fel a fejét mindenki, mikor lesz a falunaptok, nem az, hogy mikor lesz a búcsutok, hanem a falunaptok mikor lesz, mindenki azt kérdezi. Persze, mondom, se ellene, se mellette nem vagyok, nekem nagyon megfelel mindenkit. Szóval a falunap is, de azt is össze lehet kötni a búcsutok. De jó, menjünk tovább, mert leragadtunk. Jó, hát... Mivel ezt azért belátható időben le kell dönteni azért. Jó, szeptember 2-a lesz most az evangelikus búcsú. Azért nem írtam be még a koszorozást, mert azt még nem egyeztettük le, hogy akkor az előtt egy héttel, vagy hogyan lesz, de azt majd megbeszéljük. Októberben, idén 22-e pihenőnap, 23-a az ugye az ünnep, és 27-e lesz helyette a munkanap. És hát akkor én beírtam ugyanúgy, hogy mi ugye 22-én szoktunk koszorúzni, én azt tartanám is, hogy 23-án is nagyon sok helyen van program, és mindig azon ütközünk. Novemberben 2-a pihenőnap, 10-e munkanap ugye a halottak napja, meg a mindenszentek miatt, és akkor 11-ére írtam be az idősek napját, ami még az önkormányzat programja, illetve decemberben megint van egy ilyen, hogy a 24-ét le kell dolgozni, és az 15-én lesz munkanap. És akkor idén az Advent utolsó vasárnapja, az 23-a, és akkor azt gondoltam, hogy akkor 23-án lesz mindjárt a karácsony is. Jó közel a karácsonyhoz, de hát legalább közel tudnak elég a Jézuskát. Jó is, meg nem is, de mindegy. Szóval és itt akkor a 4. adventi vasárnap az önkormányzat éve fordulunk. Egyen kevesebb szórakozás. És akkor erre augusztusban megkezdtük. Akkor még akkor egyeztetünk az Attilával, jó? Lenne egy kérdés. Írtam neked egy e-mailt, nem tudom mi a véleményed róla. Egy szűrőnapot szeretnék a faluban, hogyha lehetséges lenne a kultúrházban. Egy olyasféle szűrőnapot, amin tulajdonképpen természetgyógyászokat is hoznánk, reumatológustól fogva, mindenféle orvosok itt lennének, szerintem ráférne a falura, egy nyitott nap lenne, kórházi dietetikus meg különböző ételekkel próbálnák megmutatni az embereknek, hogy lehet egészségesen élni. Mellette gondoltam egy kis sporttal kapcsolatban, hogy ugye a botond is jönnek különböző dolgokat, eszközöket ki tudnának próbálgatni. Egy ilyen nyitott, barátságos, ember közeli családcentrikus kis szűrőnapra gondoltam, ahol mindenki jól érezné magát, és mellette akár a férfiaknál, akár prostata vizsgálattól fogva bármit meg lehet csinálni, mert éppen pont a férfiak azok, akik nehezen tudnak ilyenből kimozdulni, mint az orvos ünnepelőkbe ücsörögni kell. Szerintem ez nem lenne egy rossz dolog, és helyük lenne hozzá. Júliusi időpontban itt szerintem nincs semmi. Hát a napot még én is megbeszélném az Egyesületen. Júli, úgy gondoltam, akkor esetleg beletennénk ezt. Júliusra. Jó, órában tartottunk egy-két szóval. Szóval, napra gondoltam. Meg azért mondtam neked, hogy... Még az dátumot ezt megbeszélni, csak teremtem, hogy egy szóval lehetségesen tartunk. Jó, ha nincs egyik, akkor még annyi, hogy... Összedolgozhatunk, akkor akik tudtok, ti is hozhatok még mellé, ugyanúgy abszolút, és akkor rakjuk együtt össze részemből. Rendben van, bővíthetünk rajta, hogyha esetleg nektek ez így megfelel. Jó, figyelj, hát mert amikor egyszer arra jössz, aztán előbb is tudom szépen, hogy melyik nap legyen meg, hogy mégis ők gondolom. Jó, egyesztességnek az időpontot. Akkor, ha nincs egyéb, akkor már bizottságülésen említettem, hogy egy köztemetést kell finanszíroznunk. Volt egy vasúti halálos baleset, egy hajléktalan vagy személy, akit mivel itt halt meg, nekünk kell eltemettetni. Olyan szempontból egy kicsit változott a helyzet, hogy mivel Hamvasszág temetkezési vállalata Marika egyeztetett, és Győrbe valami kolumbáriumban elvérzik annak rendje módja szerint, tehát nem kell levélrel tolni, de nekünk kell kifizetni, és majd a Móri önkormányzattól kell visszaigényelni azt a költségben, 80 ezer körüli, a legolcsóbb ilyen jellegű temetés. Annyi a kérdésben a dolog. És...
Jó, Karin, igen. Nekem már nincs itt az Attila. Én szerettem volna megköszönni az ő munkáját a SAK-kal kapcsolatosan, ugyanis az általános iskola alapítványa támogatásával 4 gyerekünk részt vett a diákolimpián, SAK-diákolimpián, és megyei első helyezést értek el, ami azt jelenti, hogy a közeljövőben fognak menni az országos versenyre. Úgyhogy köszönöm a munkáját, több korokban már elmondtam, hogy így szerettem volna személyes és megköszönni önök jelenlétével. Remélem, hogy hallod a jó, köszönjük. És akkor annyi, hogy a Bódák sószobája iránt érdeklődnek a gálosiak, úgyhogy 30-án jönnek, változott időt megkaptak, 30-án jönnek 14 óra, akkor megnézni polgármester, meg iskolaigazgató, meg a Helmut Gráf ő koordinálja, és akkor megnézik, meg lehet, hogy akkor az iskolával egy kapcsolatot ki lehet alakítani. Régen volt gálossal kapcsolatunk, jártunk német gálos, mert volt többször is szerül, amit említettek. Igen, ő gálosi nevében. Ő említette a polgármesternek, hogy milyen szép sorszóval van, és hát én megjöttünk meg őt is, és tetszett neki az ötlet. És gondolom, hogy pénzügyi helyzetüket ismerve kétszer-háromszor ekkora sószobát fognak csinálni, ha tényleg megtetszik neki. Lehet, hogy akik itt építették, jól járnak. Én nekem más nincs, ha nincs egyéb, akkor megköszönöm a megjelenést, a részvételt, és a mai ezt bezárom. Képviselőket kérem, hogy megjelenést.